Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szerda van, itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Drága hallgatók, kis gombnyomogatás, kis állítgatás. Keresgéljet, csinálgasson. Minden megnyomkodunk, amit csak lehet. A legfényesebbeket nem, azokat keveset használják, abból szerintem csak baj lesz. Na, az a baj. Tudom, hogy miből nincs baj, azt megnyomjuk. Így van, amikor már ilyen matra vannak kopvasok nyomkodástól, azokkal szerintem lehet bármit kezdeni, azokat többször is megnyomhatjuk, de az összes többit azt hagyjuk úgy, ahogy van. Azok a gyula gombjai. A nagy piros power például. Ó, igen, a ne nyom meg feliratú. Az se piszkál. A don't touch feliratóhoz ne nyúljunk semmiképpen. Na, mivel kezdjük? Mivel? Annyi minden van. Kezdjük a legszörnyűbben, vagy egyben a legmókásabban, vagy én már nem mondok semmit. A legironikusabban. A legironikusabban, már unom saját magam. Srácok, unom azt, hogy bármit mondasz, úgy se tudsz jót mondani, mert valaki mindig okosabb nálad. Picit a sors igazságot szolgáltatott. Valljuk be őszintén, hát alanyi jogon nem jutottunk ki. De itt a kérdés, hogy hogy? 90, hagyadik? 89. Szóval ezt te tényleg mondja meg valaki. Ember hátrányból rugott góllal a török válogatott legyőzte Izlandot. Hogy ha ez nem valamilyen átok, vagy vudu varázslat, vagy én nem is tudom, hogy itt valaminek lennie kell, ilyen nincs. Hogy áll a magyar válogatott, ha közösen nézték valakinek a lakásán, összeborulva, púkan, a moly pesgő, blocsolják a falat, kín vagyunk az EB-n. Korai. Watergate botrány óta nem voltunk EB-n, most kín vagyunk, ahogy írt az egyik. Paf! És a 89. percben egyszer csak lehetetlen helyzetből, lehetetlen módon pocselejtezőre készítették a magyar válogatott. Helyzetben egy szabadugás góllal. Ennyi. És ebben a például mit történik a képen, mit látsz, áll a válogatott? És a pezsgő így folyik a pohár mellé. Nem, fogod a dugót, visszarakod a pezsgőt, berakod a hűtőbe, és azt mondod, nagyon srácok. Hát srácok, ez most nem az. Csomagol, hazamegy, aztán majd lesz valami. Szóval, hogy egyszerűen, tehát nem arról van szó, hogy a 22. percben és a 24. percben két sima gól, és nem vagyunk kint, hanem ez a 89. Tehát örüljél, magyar, már kint vagy, nézi egy fél ország, megint... Már csak egy perc. És megint nem. Szóval, komolyan mondom, itt valaminek lennie kell. Ilyen nincs. Ilyen nincs, ez tuti, hogy ez ellenünk van. Vagy hát ez ellenünk van. Én nem akarom feladni azt az álláspontomat, amit eddig is tartottam a magyar válogatottal szemben, még ha utának is. Ezért nem nagyon érdekel a dolog. Én azt gondolom, tökre megérdemeltük. Nem érdemeltük meg a kijutást, gyerekek. Nem érdemeltük meg ez a válogatott. Persze, tudom, hogy magyarként azt kell mondani, hogy úristen, ez most mekkora szemétség a sorstól. Én meg azt gondolom, hogy pont ott vagyunk, amit megérdemlünk. Pontosan ott vagyunk, és egy centivel nem vagyunk. Nem a pályán elérte, volna. Igen, nyilván jó lett volna, persze, mondjuk ezt, de ez a válogatott, ez nem érdemelte meg azt, hogy simán itt kijusson. Ennyi. Persze, hát ezt én is elmondtam. Na, akkor ott lettünk volna az első kettőben. Semmi keresni valunk az Európa bajnokságon, de hogy most így, már csak azt kell megnézni, hát szerintem, hogy a Frábátónak van-e olyan számlája, amit külföldi megrendelőnek ad le, mert itt biztos, hogy van valami rontás. Én el tudom képzelni, hogy Frábátónál otthon van 11 darab búdubábú, és mindegyikbe bele van szurkálva 30 darab kötőtő, és én nem tudom. Tehát, hogy nem látok olyan csapatot a pócselejtezőben, akit meg tudnánk verni. Tehát nem túl jó. Nem látok olyat, akinél mi jobbak lennénk. Kit mert kaphatunk? Ukrajna, Norvégia, Dánia, Svédország, Írország, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia. Nem látok olyat egyébként, akiket olyan könnyen meg lehet venni. Vasárnap szóval derül ki. Ezt sorsolják? Uh-huh. Az EB-sek egy ilyen csontos izével, vagy mivel? Sorsolják, azt mondja, hogy október 18-án 11 óra 20 perckor fog kiderülni, hogy kivel fogunk kiválni. Most kicsit mindegy, hogy a dánokkal, vagy az írekkel, vagy az ukránokkal, vagy a szlovénokkal, vagy egyébként mindig erősebb, és mindig jobb helyen van nálunk, akár egy EB-s tabellán, vagy hát Norvégia meg Szlovénia nem, de hát ettől függetlenül. Hát amennyire szerencsénk, úgyse őket kapjuk. De hogy szóval ilyen tényleg nincs, hogy én tényleg azt mondtam, hogy nem érdemlik meg, ugyanazt, amit te tegnap én is elmondtam, hogy nem, ez ennek nem tudom, magyar állagot. Most már csak azt kell, hogy kapjunk egy ibrás Svédországot, aztán ott is van egyébként egy nagyon csúnya átok, ugye, Ibra személyében.
De szóval, hogy elképesztő. És a, és a 89-90. Percben. Tehát ez a, ez a, még elhitetik velünk, hogy kim vagyunk, és igen, tényleg hadd örüljetek, és megérdemlitek ti hülye magyarok, és hogy kihúzzák alalunk a szőnyeget. És aztán hány öngólunk volt már a 89. percben? Hány egyenlítés volt? Hány bekapott góllal buktuk el a 90. perc utáni hosszabbításban? Rengeteg. Mi van? 89-ben mi van? 90 percig megint az orrunknál. Török álltok. Ki vagyok ezen, tényleg. De miért mondják azt a bazárba, hogy testvérek vagyunk? Dehogy tesók. Tudod, miért mondják, mert el akarják neked adni a márványtojást. Ezért? Ezért, hogy menjél hajótúrára Boszporuszra, menj át az Európai Ídon, meg vedd meg a márványtojást. Ezért mondják. Márványtojást árulnak? Ha a bazárba, Isztambulba tele van ilyen márványtojás. Meg a bőrkabát. Á, Istenem, szóval, hogy így... Ha már nem a mi kezünkben van, akkor legalább már valaki segítsen már meg minket. Úgyhogy úgyhogy nem szeretem ezt a magyar válogatottat. Egyáltalán belengeded, nem. Mi? És félreértés ne essék, ők vannak értünk, és nem mi értük. Szóval azért ezt jó mindenkiben tudatosítani, hogy picit néhányan szerintem fordítva ülnek. Alóban, na mindegy, hát erről ennyit, majd drukkolunk a pótselejtezőn. Jó. Hát tényleg nincs más, hát most jó, már végigcsináljuk ezt a dolgot. És bosszúból ma senki ne nézze meg a Szulejmánt. Na. Jó. Akkor kiszúrtok az RTL-re. Ja, bocs. Az nem jó. Ha munkáltatom, nem. Akkor valami más. De igazad van. Török mézet ne vegyetek. Ne vegyetek török mézet, ne énekeljetek török népdalt a gyereknek, és ne egyetek giroszt Jusufnál. Tehát, hogy és felejtsetek nem el. Nem ők, várja, ők nem törökök. Általában már. Hát ez a szeráj. Meg ez a girosz jó. Nem. Szeráj étterem látszik, ezek te az a legtöbbször törökök. Akkor ne menjetek most török étterembe. Ne egyetek török teát, és ne vegyetek izért, nem tudom mit. Ennyi szolidaritás lehetett volna menni. Nekik ez tétmecs volt? Nekik ez számított, persze, hogy nem számított volna, persze. Hát ők most a legjobb harmadiként, ők vannak kint. Tehát megelőztek minket egy ponttal. Nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt. De 10 emberrel megcsinálta a 89. perc. Hát az eszem megáll. Az eszem megáll. Na mindegy, Roger is kiesett tegnap, úgyhogy nem. Az első fordulóban Ramosztól kikapott Roger. Nem is értem, nem láttam a meccset, és nem tudom, hogy mi történt, és teljesen lelkibeteg vagyok. Hogy ez valami nagy verseny most, vagy csak ez egy ATP, egy kicsit? Nem, ez egy ATP ezres, ez egy elég nagy verseny. Az akkor utolsó, ez azt jelenti, hogy nem is kell nézzünk most teniszeket? Nem tudunk nézni, mert ezen a szaron nem jön az be. Tehát a napom az úgy el van cseszve, mint az állat, mert hogy nem jön be, mert azt hiszem pont a Digi adja. De van egy alkalmazásom a telefonomon, végre. Aminek az a neve, hogy Tenisz TV, hát végre. És az összes éppen futó teniszmeccset élőben tudod nézni. És ki tudod rakni laptopra, bárhová. Ez a Tenisz TV-nek egy havi előfizetése van. És a Grand Slameken kívül mindegyik teniszmeccset tudod telefonról nézni. De jó ezt tudni. Nagy öröm ez nekünk. Én gondolom, egy évre előfizettél. Aláírtam volna 20 évre is, ha felajánlja ezt az opciót, de nem ajánlotta föl. Az összes futó, ATP, VTA, minden meccset tudsz nézni, kivéve a Grand Slamet, nem? És te válogatod meg a streamet, hogy éppen melyiket. Tehát a 20 meccset játszanak párhuzamosan, akkor kiválasztod. Hogy... Mutasd csak, mert nem látom az állványtól. Nem is baj, mondjuk. Melyiket akarod nézni? Na, de most fut, például ebben a pillanatban megy egy meccs. Ebben a pillanatban valahol. Csak fölajánlja neked, hogy milyen meccsek lesznek, mert ebben a pillanatban még nem megy meccs, Sánkhájban ilyen 11 órakor kezdenek, úgyhogy nincs jelenleg futó meccs most. Csak a VTL Tanjin Open-en van, de az meg egy Challenger verseny van a Ho Chi Minh City-ben, de... Ho Chi Minh City-ben van egy Challenger verseny, azt jelen pillanatban nem adja. De amikor a nagyok elkezdenek Sánkhájban játszani, azt adja. És tudom nézni, akkor bárhol. Nagyon örülök. Nagyon jó. Jó, de vezetés közben ne nézzél tévét. Nem úgy. Ha megállok a piros lámpánál, mert ez elindul, akkor érzékeli. Aha, nagyon jó. Ez egy drága alkalmazás lehet. Ez egy baromi drága alkalmazás. A kisgazdám ment az autó, ne nézzél rám. Aha, és akkor eltakarja. És akkor jó. Eltakarja. Akkor lehalkítja magát, elsötétíti. Na hát szóval ez van. Nehéz így rádiódást kezdeni, hogy átok ül az országon, gyerekek. Nehéz ezt így elkezdeni. Komolyan mondom. Mi az ismétlésünk? Kit érdekel ebben a szomorú ezek pillanatban? Ebben a nagyon szomorú ebben pillanatban. Így van, kocsmáros még. 10 ember ebben a 89. percben. Rohadt törökök. Rohadt életben. Nem volt elég a 150 év. Még ez is. Á, Istenem. Na megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Valamikor 8 óra után jött egy SMS, amit úgy írt alá hallgatunk, hogy pimpa, és azonnal leizzadtam, mert eszembe jutott a régi matek tanárom, Dezsényi Né. És
Dezsényi né. Ez volt tegnap még nem is mondtam. Tegnap nem, de most az eszembe jutott, kihagytam, és gondoltam, hogy mai adásba bepotolom. Dezsényi né. Csak hogy biztosan tudja. Biztosan tudja, hogy róla van szó, Pimpanin. És beszélgettünk azon tanárokról, akik mély nyomot hagytak bennünk, vagy azért, mert bántottak, vagy azért, mert megbuktattak, vagy azért, mert undokok voltak, vagy azért, mert utáltak bennünket, vagy szerették terrorizálni a gyerekeket. Sok kiváló tanára van ennek az országnak, de van egy-két nem tanári pályára való régi időkből emlékezetes tanárunk, akit szívesen felettünk volna. És azt kértük tőletek, hogy írjátok meg nekünk, hogy ha most találkoznátok felnőtt fejjel, azaz az egy tanárral, aki tényleg beégett a retinátokba, emlékeztek rá, szemét volt veletek, bántott benneteket, mi lenne az az egy mondat, amit mondanátok neki? Kedves Ibi néni, kedves Kati néni, kedves Dezsényi né, így kellett, hogy induljon a mondat, és aztán jöhetett a leszámolás. Hát, nem látom, lennék pedagógus. Nem csak bennem hagyott ez érzékeny. Sok helyen van a tüskék, jó mélyre bedől fel. Mi volt egyébként a keresztneve tanárnéni? Nem emlékszel rá, vagy hívtad egyáltalán valaha a keresztnevén? Pimpa volt, mindig Pimpa volt, Dezsényi, Katalin. Katalin? Katalin. Szlovák általános iskola és gimnázium. Katalin. Katalin. Csak ráírok, hogy hallgass meg majd a... Facebook? Én megmondom, hogy ő. Ezért látom, ismerem a papfotóját, megmondom. Ugye nagyon sok hallgatónk írt, és hát vicces dolgok jöttek. Úgyhogy ezt most megmutatjuk, aztán jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 2 perc múlva pontosan. Pontosan 6:30, hát ezek voltak az ismétlések. Egyébként csak a negyede került adásba, most rengeteg jó SMS jött, úgyhogy szórakoztatóak voltak. A tanárok pedig ezt ne vegyék magukra, nem mintha jött volna SMS, csak mondom, hogy azért ezt tegnap is elmondtuk, hogy kiváló tanáraink vannak, de higgyék el, drága tanárnéni, tanárbácsik, hogy van egy-kettő az ilyen. Mindenkinek megvan a maga mumusa. Így van, és higgyék el, hogy ők tanár emberként is tudnának olyat mondani, akik bennük hagyott nyomot az ő fiatal korukban. Tehát ez mindenkinek. Ez mindenkinek megvan. Na. Mit érnénk el, ha kijutnánk a 2016-os franciaországi EB-re? Az első gépet hazafelé. Laca küldenek. Na. Hát igen. Hát így állunk. Jól van, mi újság? Mi újság a játéka? 2-0-ra vezetünk. 2-0. Gyakorlatilag van 3 esélyünk arra, hogy behúzzuk ezt a hetet is. Nehogy valami török legyen aztán itt a 89. percben, mert akkor, ha török játékosunk van, akkor nem jutunk, akkor nem fogjuk megnyerni. Hát hogy tudunk bosszút állni a törököken? Most ezen gondolkozom. Mondom, a török éttermeket nem érte, nincs értelme bojkotálni, mert én beszéltem egy török éttermessel, akiről aztán kiderült, hogy örmény, és ő is azt mondta, hogy a magyarországi török éttermeknek a 90%-át örmények viszik, tehát nem a törökökkel cseszünk ki. Meg jó a kaja, tehát hogy akkor az nem. Tehát mondjuk meg az útra, hogy ne rohamozzák meg a Jászai Maritéi Szerájt, és nem az véletleneket Csacikivel meg Pitával dobálózni nagyon durván, hogy... Ürüljön ki a bazár! Az isztambuli bazár! Senki semmit ne vegyen meg! Hát nem tudom. Hogy valami jó nem tud velünk történni, tényleg. Focizni kéne, és akkor jó lenne. Most nem csak erre gondolok, hanem hogy ez valahogy nagy most átlagban. A nagy átlagban. Én nem tudom, olyan szerencsétlen sorsú nép vagyunk, de tényleg. Engem ez most nem azért keserít el, mert a fiúknak önmagában drukkoltam volna, vagy megérdemelték volna. De az ember szíve mégiscsak fáj, hát magyar vagy, azt gondolod, hogy... De hogy tényleg nem tud velünk semmi jó történni? Nem. Hogy nem? Hát semmi. Hát mondj valamit, ami jó volt az elmúlt pár évben. Rendezünk most 2 év múlva egy vízi világbajnokságot. Azt is valaki lemondta, és beugrottunk, és megrendezzük. De jó, megrendezzük, de azért, tök jó. Igen. Tehát, hogy azért nekünk azért bőven van szanszunk a vízes sportokban. Tehát, az oké. Az jó helyre kerül. Az jó helyre kerül, de mi a fene jó történik velünk? Nem? Keresem. Karácsony lesz. Nem olyan rossz egyébként. Picit általános. Még egyébként nagyon sok keresztény országban még azért úgy megünneplik ezt a dolgot. Nem érzem kiváltságosnak magunkat emiatt, hogy most mi december 24-én karácsonyt ünneplünk. Viszont közben eszembe jutott, senki ne töltsön le a jövőben Tarkán számokat. Ezzel bosszút tudunk rajtuk állni. Tényleg, legalább ennyi. Igen. Soha nem fogom többet dúdolni azt, hogy kisz-kisz. Süködöm, bőrgörülő, kübülő, kübülő, hogy rohadna meg az is. Azt, hogy breaking, kijutottunk az EB-re, aztán kikapcsoltam a PS4-emet, írja nekünk valaki. Na jól van, drága hallgatók,
Hát ennyit erről, majd még nyilván 10-ig azért ez szóba jön. Most viszont SMS-t kell küldeni, ha szeretnétek játszani. Jó? Úgyhogy jelentkezzetek játékra, arcoskodva vagy nem arcoskodva, írjatok nekünk nyugodtan, ki az, aki kihívna bennünket egy jó kis játékra. És hallgassátok Szandi tutajos hangját. Így van, mi pedig jövünk a hírek után. 5 perc van pontosan, ja nem 5 perc, az kevés, 10 perc van pontosan 7 óra, és hát elhúztuk, itt vagyunk. Azt mondja, hogy új kérdés, lövők között baleset van, torlódás, ezt Edem küldte nekünk, köszönjük. Komárom tábla után a 13-as út felől érkezőket fotózzák a rend. Éver korán kerül örölje egy fekete Seatból. Ezt Marges küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, hogy állunk? 2-0? Így. 2-0-ra vezetünk. Ja. Megnézzük, hogy ki a hét harmadik játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Güzün vagyok. Na, jó van, akkor véged van. Nem, a Szulajmán szereplő, ugye? Így van, azután kaptam a nevem. Az király, Güzün. Mi az igazi? Norbi. Norbi, hello Norbi. Norbi, honnan hívtál minket? Hát Soltról. Soltról. Kivel szeretnél játszani? Balázsa. Jó. Legyen így. Én benne vagyok. Indítsuk az órát. Én is. Jó? Szuper. Jani? 3-2 van fejjel. Na, itt vagyok. Hú, úgy hallom, ha te kis fiad is nagyon eleven, nálunk is nagyon pörög a fiú. Tényleg? Hány éves? 5. 5 éves? Megfogtál vele, majdnem hirtelen, nagyon izgulok. Izgulsz, mivel foglalkozol? Gépjárművezető vagyok, sárga autóval közlekedek. Az ilyen, ez ilyen mentő autó? Nem. Egy autómentő? Ott a vége, nem mentő. Ilyen a kapcsolatos gépjárművel. Viszont, ott volt egy nem. Azt mondtad, hogy mentő autó, kérdeztem én, vagy ilyen autómentő, és mondtad, hogy nem. Észre se vetted olyan nagy lendülettel. Nem, teljesen, nagyon izgultam. Örülök, hogy játszottam. Mi is Güzün. Güzün, pedig ma aztán végképp nem voltam formában. Tehát, hogy már az elején kicsit feladtam ezt a dolgot, ha nem mondott ki, akkor szépen elketyeg ez az egy perc, és megvan az ajándékcsomag. Azt gondoltam, hogy bejön a dolog, de... Elég lett volna, ma nem vagyok túl. Kicsit menekültél Güzün ezzel a nemmel, úgy éreztem. Hát nem, ugye? Nagyon izgultam, nem gondoltam, hogy bejöttem. Köszönjük a játékot, ciao. Mi is minden jót, nagyon csípünk benneteket mindannyian, szevasztok. Köszönjük. Na hát 3-0. Ide. Megvan a hét. Ennyi. Hoztuk a hetet. Csepeli út, Csepel felé teljesen beállt. Szigetszent Miklós, Csepel 40 perc. Dávid küldte nekünk. Mi van a 2-án? Vác után, ez Petya kérdezi. Ha valaki elküldi, akkor mondjuk. Bocskai kert, trafi, új kérés lövő között baleset. És fotóznak a rendéber őrei a 13-as út felől érkezőket. Méghozzá Komárom tábla után. Lövőnél brutális baleset, torlódás várható. De hogy mi van a 2-án, ezt egyelőre nem tudom. Nem tudom, de elküldik nekünk a hallgatóink úgyis, és akkor mondjuk. 6 perc van pontosan, 7 óra, jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, szerda van, talán lehet mondani, hogy a hét legnehezebb napja. Azaz. És hát ugye a tegnapi futballmeccsek miatt meg aztán pláne nehéz. Szomorú az egész ország. Igen, sokat beszéltünk erről. Bizony. A nagy magyar futball átokról, ami megint lesújtott ránk. És majd még beszélünk is, nyilván vannak, akik nem egészen végig tudnak bennünket hallgatni, és nem keltek olyan korán, és nem is biztos, hogy tudják, hogy mi a helyzet. Akkor ne spoilerezzünk, csináljuk úgy, mintha mi sem történt volna. Vagy legyünk vidámak. Hurrá! Igen. Na, azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket. M2 semmi extra, csak a szokásos göttől beállva. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy arrafelé nincs baleset. Reggel 7 után indulok dolgozni, és mindig tudjátok, milyen zene indítja jól a napomat.
Csoki küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. A tízes út jó, mert biztosan nem trafiznak. Gondolom akkor a dugó van. Ezt Greg küldte nekünk. Mondjátok, nem, ezt nem tudom elolvasni. Azt mondja, hogy... Micsoda? Ezt a reggelt hajnalban kimentem volna vadászni és pakolás közben. Nem lehet? Nem? Jó. Jó. Akkor nem. Az A2-n, a Gödi csomópontnál a sáv elfogyás miatt van torlódás. Ezt Levi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán trafia régi egyesen Tatabánya felől érkezőket mérik. Mindenki vigyázzon, valamint a 84-esen Újkér és Lövő között baleset, teljes útzár, Kőszeg felé érdemes kerülni. Nini. Igen. Na, hát ennyi. Ez is elég. Nekünk vigyázzatok magatokra, menjetek óvatosan, ez a lényeg. Kérdetek egy rövid segítséget? Legalább meg tudom inni a támogat. Azért, azt pont láttam, hogy megiszod, átdolgozod magadba az SMS-eket, levelet kaptam a Békés megyei kormányhivataltól. Na! 1900... Várjál, nem, hogy is. Az arra nem kérnék segítséget, azt tudom. 1993-ban váltottam ki, tehát 26 vagy 23 éve, bocsánat, az egyéni vállalkozói igazolványomat. Így kezdődött a dolog. Még egyszer mondom, 93. Azóta senki nem kérdezett tőlem semmit, most jött egy levél, tisztelt Rákóczi úr, legyen kedves befáradni hozzánk, és bizonyítsa, hogy magának joga van rádiós és televíziós műsorokat készíteni. Ne. Na, én hiszem, nem. Ez hát végre nem valaki számon kéri rajta az elmúlt évek bűneit. Bűne. Egyébként ezt sok hallom. Ezt adod. Oké. Igen, az unalmas sztorik, 100 forintok. Felit hívjuk már be, hallgassam. Nézzük már meg, hogy kerültél oda. Ez is vicces volt. De figyelj, hát ennek szerinted van joga egyáltalán ezt csinálni? Nem beszélnek így a Békés megyei kormány, csak mert megyek hozzájuk, jó? Hát, aki ilyen levelet ír, ott én már mindent el tudok kérdezni. Tehát, hogy most komolyan. Képzeld el, ez van, és nem csak nekem jött ilyen levél, hanem nagyon-nagyon sok embernek, akiknek most bizonyítani kell azt, hogy ő amit csinál, ahhoz ért. Mondjuk egy földművesnek, nem tudom, de neki is valószínűleg kell vinni egy papírt arról, hogy ő paraszt. Már ezt a jó értelemben mondom. Én ezt szívesen leírom neked, ha kell ilyen papír. Hogy paraszt vagyok? Ja nem, jön ezt nekem. Azt hittem. Érted? És én most oda be kell menni. Akkor van egy ilyen Békés-megyei Sanzon bizottság, hogy akkor bemész, és akkor majd bebizonyítod nekik, hogy te rádiós vagy. Igen. És a lemezlovasok is majd bemennek? Bemennek. Mint annó? Hát a lemezlovas mint az óri vizsga, vagy az, ilyen lesz? Azt szerintem a mai napig működik a DJ vizsga. Igen, nincs már ilyen szerintem. Nincsen? Hát, ez 100 évvel ezelőtt volt, hogy egy bizottság előtt neked megnézi. Bizonyosságot kellett tenni, hogy alkalmas vagy arra, hogy DJ legyen. Hát ilyen szemt már nincs. Már nincsen? Már bárki lehet. Bárki lehet DJ. 21 tételt, Rákóczi úr, igen. Mondja, legyen szíves. Egy régi, de nagyon kellemes nota felkonferálása. Egy percben jó nyelvpotlás nélkül a végén szellemes kis kiszálló. Igen, köszönöm szépen, mondhatod. Jó, igen. De nem azt nézzük, hogy a vállalkozásod, amire kiváltottad, az egyensúlyban van-e azzal, amit te csinálsz. Hát, tehát, hogy itt igazából nem azt nézik, hogy te milyen műsorvezető, hanem, hogy a vállalkozás alatt ki van-e váltva arra. De, hogy a tevékenységi körre, nem? Hogy te csinálhatod-e? Hogy csinálhatod-e azt hivatalosan, tehát van-e róla papírod, de nem csak nekem, ez mondom az országban, most nagyon sok embernek kijött. Na de milyen papír kell? Milyen papír kell a rádiós műsorvezetés? Nekem például van, nekem ebből van főiskolai diplomám. Ja, hát akkor nem lehet. Nincsen, hát csak elgondolkozol, hogy egyébként, ha én azt nem csinálom meg annak idején, mert én ezt már akkor most bajba lennél. Akkor most mit mondok, hogy itt van mögöttem? Akkor nem mondasz semmit, akkor tényleg az, hogy Erike, indítsátok el a Abbát. Tessék rá. És akinek nincs ilyen, de mégis mikrofon mögöttül, az ami na, van. Akkor mi? Uh-huh. Akkor mi van? Neked például akkor van hivatalos televíziós engedélyed? Hát nekem egy bölcsész diplomám van, hát ez ami aztán nem lesz, semmi fog meg. Akkor, hát akkor te most nem tényleg. Tehát a József Attila szabad egyetem, azt lehet ott előadásokat tartani. Érted? Elvileg kommunikációs szak, de ezt én nekem már az egyetemesen sikerült megfejtenem, hogy ez mi a fenét jelen, mert a legnagyobb alibi szak. Tehát, hogy ez a... De akkor te most nem tévészhetsz. A büfé ruhatára nagyobb alizmű, az a kommunikáció angol. Tehát abban talán az angol nem, de a kommunikáció nagyon. Jó, nekem semmim nincsen, csak mondom, úgyhogy majd szerintem, hogy két megszólalás között mindenképpen nyúljunk le, és akkor próbáljuk meg átalakítani úgy a státuszkot műsoron belül, hogy legalábbis papíron legyünk mi Balázsal az állandó vendégi a te műsorodnak felé, mert neked van egyedül papír. Ezt? Hogy te például nem vezethetsz televízió műsort, elméletileg, ha nincs róla végül papírod, hogy te tévéműsor vezető. Mi mosolyogva finoman tolja be most ezt itt adásba? Én szerintem
szerintem itt arra megy a játék, hogy 4:11-kor. Balázs, gondoljuk már ezt a szerződésemet, légy szíves, mert én azt gondolom, ez hogy itt három. Az van, hogy ha földoblak titeket, akkor én megúszom. Az volt, a Ferének mondták ott Békés megyében, hogy ha feldobsz kettőt, téged elengedünk. És élő adásban 4:18-kor ő bemondta, hogy neked sincs, és nekem sincs. Nem ezt ti mondtátok be. Mosolyogva, megkötötte gyorsan egy vádalkot, minket feldobott, ő tovább csinálhatja, mi pedig... Mit szelgetünk? Mi tudunk a sorok mögött olvasni, Rákóczi? Nem. Ti nyomtátok föl saját magatokat, te mondtad, hogy neked nincs végzettség. Úgyis kiderült volna, te is nagyon jól tudod, hiszen elindítottad, érted, most begyújtottad a rézsit. Figyelj, ez a hierarchia, ez a te műsorod, és mi a vendégeid vagyunk, és ide jövünk minden reggel, mert te meghívsz bennünket, és mi ülünk, és vendégeskedünk. Szegény Feri, hogy a fejére nőtt már ez a Sebastian meg ez a vadon. Pedig csak vendégek abban a műsorban, mégis mennyit beszél, hallgassa már meg Marika, hát nézze már meg mennyit beszél. Jó, de akkor ti így védve vagytok. Védve. Én szigorúan, én itt vendégeskedem. Én azt mondom, hogy üljek be ide a pult mögé, beszéljek, legyek vendég. Ameddig nem szólnak, jövök vendég. Szólnak, hogy ne üljek vendég, meg nem jövök. Maradhat a Mornings Show elnevezés, hogy legyen esetleg Rákóczi és a Spanok, vagy nem tudom. Vagy a Rákóczi felkelés. De ha akarod, lehet. Akkor lehet ez, lehet ez. De most például az mondjuk, az a tényleg földműves, a kezéből, a kétkezi munkájából élő ember, aki mondjuk 10 hektár földet művel 30 éve, és most megkérdezik tőle, hogy magának van mezőgazdasági végzettsége, és mondjuk nincs neki. Hát azt mondja, hogy hobbi kertész, akkor... nézik 10 hektárt. De ez milyen ellenőrzés? Ezt nem értem. Hát most mindenkit leellenőriznek. Pár szúrópróbaszerűen behívnak, hogy a tanár tényleg tanár-e, a védőnő tényleg védőnője, az orvos tényleg orvos. Hát lehet... nem, nyilván nem az ilyen szakma, ez az egyéni vállalkozóknak. Ja, az egyéni vállalkozók. Történet, tehát, mert ott volt egy ilyen, visszavonták az egyéni vállalkozói igazolványokat, és másféle papírt kapunk róla, meg mit internetes lesz, nem ez a lényeg, csak ilyen esetekben neked most bizonyítanod kell, hogy az, ami neked benne volt az egyéni vállalkozóidban, azt te jogosan csinálod, de van neked róla iskola. És ha én könyvkiadással foglalkozom, és még szeretek írni, akkor mi van? Van-e írói végzettségem? Hát, volt-e olyan iskola elvégezni? Milyen szakra jár? Író. Aha, író leszek. Író is olvasó. Nem, te ipar, író leszek. Érted? Hát ez hogy? Ez jó. És Sebestyénről húsorban ríkasson meg engem. Rövid eszét rittyentsen ide. De nem, de hogy van tényleg? Mondjuk valaki, Márkusz is kérdezi, regényíró. Na, azzal mi van? Aha. Akkor regényírói végzettségem van, és kiváltottam az egyéni vállalkozóimat, nem tudom, valamilyen olyan eszélyszámmal, amivel mit, könyvet gyártok, nyomtatok, írok, bármi. Egyéni hát művészeti tevékenység, tessék. 9231 eszé. 9231 egyéb művtel. Igen. Na, most az hol tanulod az egyéb művészeti tevékenységet? De akkor nem csinálhatod, ha nincs róla papírod? Hát vagy festesz valamit, behozod, nem arról van szó, hogy nem jó a kép, hanem nem értik. Nem tetszenek érted. A Hende Csaba is ezért ment már a levesbe? Csak kérdez, mert neki van neki sem a tudományi végzettsége. Oda milyen végzettség? Aha, mert ő hogy ügyvéd volt, érted? Simicskónak meg van. És akkor előbb-utóbb ide jönnek és kikapcsolják a mikrofonodat? Hát lehet, hogy azt mondják, hogy nincs végzettség. Nem, ide. Az övét nem. Ja, a miénket. A miénket. A tiéteket nem, mert nem egyéni vállalkozók. Vagy az arányokon változtatnak. És lesz majd előttünk egy ilyen kis egy ilyen kis kijelző, és amikor átmegy már a pirosba a jelzés, akkor ott hussolnunk kell, mert már az arányok borulnak. És mégiscsak vendégek vagyunk a műsorban. Mi lesz Csicsolinával? Mi lesz? Na, tessék. Na, ha neki az egyéb művészeti tevékenység, az egyéni vállalkozói eszély száma, nem? Egyéb művtebben, akkor azt jól tanulta. Jó, hát ő könnyű, hogy érted ő. Ha ő egyéni vállalkozóként dolgozott az elmúlt 30 évben, hogy bizonyítja? Hát semmit tanultam. Mutass egy ilyen iskolát, hogy aztán hol van arra a papír. Egy óriás kigyót, aztán érted. 5 percet már mondják, hogy köszönjük, Kevin. De ez még korán van. És nem lehet valahogy megvenni őket, lekenyerezni, disznót vinni, lenézni. Nem, majd most viszek Morgensós ajándékcsomagot. Na, az kevés lesz. Nem, miért az? Jöjjetek le egy disznót, csinálj belőle kolbász, füstölt, fölvidd el. A Morning Show bögrével, meg egy órával? Ennyi. A Morning Show bögrével tudod te, hogy mi mindent lehet elintézni. Kapuk nyílnak meg? Igen? Ritkán használom. Hát valamit csináljál akkor azért. Semmi, hát elmegyek, elviszem a papírt, és akkor... Imádnám, tényleg fel lenne állítva egy mikrofon, kapnál egy fülest, ott ülne Marika, Ödön és Géza, én kicsit szövet öltönyben, nem? Békés Csaba nem a világ vége. Nem, ugye, de fehér szokniban ilyen kis és varrással a könyökükön, ilyen tweedzakókban, és egy kérnének tőled egy 10 percet, hogy bizonyíts fel. Feltalál homlokára a szemüvegét. Rákóczi Ferenc, rádiós. Rádiós. Hallgass! Na!
Hallgassuk meg is ezt a rádiót. Nézzük, halljuk a tárgyi bizonyítékokat, és az Anna meg kiír neked 20 évet visszamerőleg MP3-ba. Győzzön meg kevés, mondom, ha nincs igen. róla papírod, hiába csinált 20 éve. Hát akkor milyen, menj el, csináltas papír, fordítsunk egyet a dolgon. Ne az legyen, hogy most lefizetjük őket, vagy nem, hanem azt, hogy akkor gyorsan elvégzel valamit. Mi, hol lehet a leggyorsabban elvégezni rádiós? Hát én két éves gyorsabb képzést, én nem tudom. Van ilyen? Valami, aki ilyen komlusi oktatás is tud, ilyen még van? Vagy hogy ne volna? Van még? Tényleg? Persze, ezerre. Tényleg? Még mindig nem jöttek rá, hogy ennek semmi értelme? Hát elég sok már nagy nevet adtak a szakmának, úgyhogy szerintem. Egyébként az még színvonalas is, igen. Hát akkor menj el oda! Hívj be! És mondd meg, akkor már Rákóczi de... maga miért van itt? Hát azért vagyok itt, hogy... Megtanuljam a szakmát. Végre ne unalmas sztorikkal. Jöjjek szépen! Szintén úzsipa! De és akkor például, ha már elkezdem a sulit, az már jó nekik, vajon? Hogy hát igen. Mert akkor megelőlegezett bizalom. Folyamatban. Folyamatban van, beírják folyamatban, és ha megvan, akkor utána be kell majd vigyen. Idény hallgató egyébként folyamatban. Neki van igaza, hogy mi van, ha először a bizottságot vizsgáljuk meg, hogy alkalmasak-e arra, hogy vizsgáljanak nagyon jó, bennünket. Nagyon jó. A saját fegyverükkel kell őket sorokba szorítani. Megvan. Tudd meg, hogy ki... Van magának erőpapír és magának. Igen. És én kérdezek. Nem. Én kérdezek. Mutassa először. Ön az idősebb. Ön kezdett el jelezősködni. Mutassa meg, hogy kérdezhet-e. Majd, ha kérdezhet, akkor én válaszolhatok. Tehát meg kell nézni, hogy a bizottság tagjainak megvan-e a lehetősége arra, hogy téged vizsgáljon. Tehát, hogy elvégezték a megfelelő iskolát. Lehet, hogy elnök? Alelnökül. Lehet, hogy nehogy aztán én is. Úr, nekem van papírom. Aki? Akkor a jegyző megvan, és a többi. Akinek nincs papírja, álljon föl, menjen ki. Ülnök úr. Utána folytatjuk. Tudja, hogy így nyomnám. Azon a 6-ból 3-at kivezetetnék, már csak 3-an lennék. A hármat meg már valahogy, könnyebben meggyőzöl. Akkor mindenkit elővesznek? Bár tehát, hogy mind, mindenkinek bizonyítania kell. Nem tudom. Majd ott egymás életet lesz, majd előtte egy, mit tudom, egy tűzoltó parancsnok mögött egy államtitkár. Tűzoltó parancsnok mit kell bizonyítani? Tűzoltó képzés van? Van, hogy ne volna. Az van. Tehát neki okleveles tűzoltónak kell. Aha. Katasztrófa védelmeseknek. Az is egyszerű. Akkor viszed be a papírodat. Ez lehet a megoldás. Aha. Jó. Rájuk kell menni. Jó. Mert sarokba szorítom ügyesen őket, okosan, jó? És nem ám aztán még vádalkút kötsz. Szóval, hogy azért okosan. Még két embert okosan, magammal minket rántok. Nem, minket ne áldozzál. Kit akarjátok, hogy vigyek? Hogy ne legyen többet a szakmában. Kit ráncsak be? Akitől meg kellene vonni a mikrofon engedélyt? Arra igen. gondolsz? Hát, nem tudom. Már egy jó kérdés. Annyi mindenkiről mondtam már, annyi mindent, hogy én már nem mondok semmit. Azért nem is kell. Egyébként. Hát tudnék azért neveket mondani. Hát Jenő már nem rádiózik. Igen, most a pillanatra azt mondom, nem mondok semmit, és a kis ördög tudod, mondd be. Ne legyél puha. Mondd be, mondd Happy Endre. Happy Endre. Hát figyelj. Ő a saját most maga. Most visszajött, nem? Hova? Elment? Valahova. Igen, hát valami, volt egy darab, igen, valahol most van. Valahol van. Van. Mert hogy nem volt? Nem volt. Hosszú ideig nem volt. Juventus? Nem tudom. Én Milán. Torino? Sampdoria? Én Real Madrid. Én leginkább Real Madrid. Na jó, szóljál akkor, ha megvan. Jó, hogy megvan. Ha megvan, ha nincs meg, akkor észreveszitek, mert nem jövök. Uh-huh. Jó, szerintem menjél biztosra. Így van. Mangalica kolbász, férút szalámi, egy nagy csülök, egy pármai sonka, lefüstölve, nagyon éretten, egy kiló szerrándó. De abból a mangalicából, amiből a Balázsnak szoktál hozni, ne abból, amit a Zsülnek. Tehát a prémiumból. Egy kis kecskesajt, egy kis pesztósajt, egy kis nem tudom micsoda, egy kis szilva csatni. Biztonság kedvéért. Jó legyen. Tehát azért úgy menjél, hogy egy ilyen kis utánfutót húzzál azért ez magaddal. Meg Békés Csabán van, ott meg esznek rendesen, tudod? Ott azért mondom, a kolbász az rendben jó, van. Akkor legyen még ott a két síró gyerek is. Mennél a Városházáron, Ferikén ma a termelői vásár vasárnapon, nem most pakolják ki, nem arról szól. Ez nem arra. Félreértitek, 8 kiló baraszk legfára. Három olyan raklap ilyen szilvával megérkezni a városházára. És mit csinálsz, Feri? Told be. Told be egy ilyen talicskán, mint amikor ahogy a piócás ebből meglátogatta ugye a Szabó Bakterikat. Anetka média iskolája van még? Nincsen. Anetkával se tudjuk, mi van. Ő is eltűnt. Lehet, nem volt egy volt média iskoláját. Lehet, hogy fél év alatt kapná valamit. Lexike megtanítana de rendesen. De ott Lexike meg Tomika végzett csak. Lexike és Tomika valami nem megtanítana téged gyorsan. De most meg kell keresni a leggyorsabbat. Hát nem. Kutyás cica barátok. Tényleg ilyen hangja volt. Ő volt Lexike. Hani.
Az űrkapszulára emlékszel? Hogy ne? Hallod? Tomi! Az mekkora volt? Itt vagyunk. Hallasz? Jól mondod, Lexike, igen. Zseniális volt. Hát lehet, hogy ő tanít most ott, nem? Valahol, nem lehet? Hogy találom meg a Lexikét? Szerintem így, hogy Lexike. Űrkapszula? Űrkapszula, igen. Az űrkapszula az a legjobb kell, az a jó hívószó. Lexike nyilatkozik, meteorológia, Anetka, médiasuli, brutális parti a Budapest TV, Anetkát mindenki utálja, Anetka Space Project. Az a Space Project, így van. De ez csak 52 másodperc. Az pont elég lesz, így el. Hol kapcsolják ezt a félkegyelmi? Space Project. Ez nem az már, ilyen. Ez még nem talán. Többek bánatára. Vagy nem tudom kivenni, hogy néz ki. Nem, sajnos nem találom. Meg lesz az, meg lesz az. Nincs egy jövőre, nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy jó, hát ez egy érdekes dolog. Hát Lexikéhez menjek. Tessék? Akkor Lexikéhez menjek tanulni. Hát ha még a szakmában van. Hát biztos. És nem lett belőle azóta énektanár, vagy ilyes. Vagy beszéltek még. Hát igen. Na jó, oké. Lexike rémáma. Így ebben a formában nincs meg. Nagyon sok lexikis anyag van fönn, de nem látom. Nem látom. Szel van, nem föl, látom van a történetet. Igen, Anetka és Tomi főz. Meg lesz, megtaláljuk. Miért az ártatlanságot kell bizonyítani? Bizonyítsák ők, hogy nem vagy jogosult, kérdezi egy hallgató. Egyébként jó. Aha. Egyébként jó, igen. Kamionozom 10 éve, akkor most le kell vizsgáznom, nem áll, hová fajul ez a világ? Tinta hal kérdezte. Az asztrosó vezetőjének a papírjai szívesen megnézném. Jaj, de szeretem azt a műsort. Nézed? Hát, sőt, be is telefonálok. Azért felháborítom, mert szombaton délelőtt is van. Te szoktál magadnak vetetni cigánykát? Igen, igen, azt is vetetni, meg még búzát, hogy át, ilyen, legyen. Át megyek-e majd a szakmai vizsgálatra. Én nem szerintem Kati az aurolátó, és Erzsi a pszichsebész. A pszichsebész. De hogy? És ezt emberek beveszik, hogy a pszichsebész majd őt megcsinálja. Itt a fényevő, és Józsi az auratisztító. Megtaláltam auratisztítás, a depresszió gócpontját, lazuljon el, eltávolítom. Na, de például pszichsebészi diplomát honnan szerzel? Hát? Vagy auralátásról honnan van papírod? Mindegy, az csak hát a látod, kínai betűk legyenek rajta. Hát de hogyha őket behívják, hogy kedves auralátó, akkor bizonyítsa már, hogy ön aurát lát. Ha? Onnan. Távol-keleti diploma kell hozzá, amit nem tudnak azonosítani. Én láttam olyan gyógyítást egyszer, hogy konkrétan egy Tihanyi nevű csávon elvégzett egy gerincműtétet az emberen. Szemmel. Kézzel szétnyitotta, és megcsinálta a gerincműtétjét neki így televízión keresztül. Ja, de hogy széthúzta, összerakta, vart, altatott mindent, tehát így konkrétan megcsinálta. Hát miért nem őket ellenőrzik? Őket ellenőrzik először. Na, azt mondja, hogy mondasz fel, hogy a katonaságnál rádiós voltál, az lehet, hogy segítene. Időközben megtaláltam egyébként. Lexikét? Anetka Space Project űrkapszula. Így van, a televíziózás alkonya. Lexike. Az indán van fönt. Space? A televíziózás alkonya. Ennyit írjál be az indán. Csak nem ott vagyok már, nem? Hát ez már a fiatalok nem is tudják. Hát ők nem tudják, hogy mi mellett mentek el, hogy mennyivel több értelme lett volna korábban születni. Ma megyek egy helyre előadni, majd ezt elmondom. Na. De van róla papírot, hogy te előadnak? Nincs, ne. Na, hát tessék. Ez egy jó kérdés. Viszont azt mondják, hogy csomóan írják azt. Sebestyről, köszönjük szépen, itt van. Egyetlen dolog lenne még. Igen, de persze tudom, hogy siet meg, de hogy a papírját legyen szíves. Bajba lennék, nem hirtelen. Bizi. Mondjad, mit mondtad? Hogy azt lehet csinálni, hogy én fölveszek valakit, akinek van papírja róla, és onnantól kezdve már legális a vállalkozás. Ha? Hogy mit csinálj? Hogy te fölveszel valakit? Igen, valakit. Tehát holnap bejön az alvállalkozód, vagy az alkalmazottad? De csak itt ül mellettünk, ha van róla a papírja, és akkor viszont mindhárman már fedve van. És jönne veled mindig egy ilyen ödönfejű, szemüveges, kicsit értelmiségi csávó, egy ilyen mappával a hóna alatt, egy kis aktatáskával leülne, és csak jegyzetelne. Igen, ennyi. És akkor meg vagyunk. Igen. Azt mondja, hogy Feri, a leggyorsabban az ecseri lehet papírt szerezni bármilyen végzettségről. Szóljál nyugodtan, pillanatok alatt megvan. Igen. És legfeljebb azt mondod, hogy hát az a baj, hogy már felejtek. Régen volt, tehát amikor majd tesztelnek, akkor azt mondod, hát sajnos már nem minden emlékszem. Igen. Hát mikorra vagy berendelve?
Ja, nagyon rendesek, nagyon rendesek. Küldtek dátumot, de arról lemaradtam, mert a szeptember valami volt, mert anyukámhoz ment új kígyósra a papír, a mama... Van egy kis késés. Hát a mama így letette, azt mondja, nem lehet ez olyan fontos, hiszen a Békés megyei kormányhivatal küldte, így letette, és akkor fölhívtam az embert, mondtam, hogy ahogy tudok, megyek, de nagyon megértő volt, mondta, hogy vár szeretettel. De várjál, hát addig akkor fel kell függesztenünk a Ferit. Ja, még hát nincs a vizsgálat végéig. Ja, nehogy összesárolom magam még. Már kapcsolom is. Múzla mikrofonját. Már ki is kapcsolta, nincs mikrofonja. Gyerekek, mi lesz Frábátóval, azt mondjátok meg nekünk. Tehát oda konkrétan kiszállnak a navosok és a tekesek, és mindenki is keresik a papírt. Mert ő hogy fog átmenni? Megfoghatatlan. Tehát ő miből vizsgázott? Varjulábból? Madárvérből? Tehát ő miből tette le a vizsgáját? Hát. Volt orákulum képzés az ELTE-n? És ki fogja majd csekkolni? Ki találnak majd olyat, aki majd igazolja, hogy az a tudás, amivel ő rendelkezik, az igazi jós. Louis Padre. Louis Padre, igen, csak az a Louis Padre szerintem. Louis Padre. Louis Padre nem hülye, tehát ugye valószínűleg el fogja messzelni Frabatot, hogy minél kisebb legyen a konkurencia. De most hányan kötnek majd vádalkut, hány ember feje fele? Tehát Louis Padre azonnal lepaktál ugye majd, és elárulja Frabatot. Azért például Frabatot is megnézni, nem? Hogy milyen papírja van. Össze-vissza beszélni mindenfélét ártatlan gyarútlan embereknek nagyon sok pénzért. Szóval akkor ezért itt tényleg sokan abba hagyhatnák azt, amit valójában csinálnak, vagy amit valójában végeznek. De Vajna úr, legalább egy krupi értelem folyamatos. Valami. Mutasson már, legyen kedves. Látod, ott van az, hogy az ő alkalmazottai ilyen, viszont értenek hozzá. Majd egy blackjacket, vagy én nem tudom. Vagy osszom már. Egy osztás. A legősibb mesterséget végző lányokkal mi a helyzet? Van papír? Ezt hol tanultak? Jó, de ott a gyakorlat rész az nyilván. Bizonyítja. Terike, ha gondolja, forduljon el. Persze. Ott ül Káró bácsi a bizottságban 72 évesen. Én azt gondolom. Átment. És azt mondja, hogy Erika legyen szes, menjünk ki, tesztelünk. Szóval, hogy azért itt ugye? Vannak kérdések, hogy tesznek a lánykák alkalmatossági vizsgát. Te az egyik fülkében, majd egy fülessel a fejeden, nyízén nyomod a speechet, felkonferálod a legnagyobb Bonnie Tyler slágereket, mert gondolom, hogy azt hallgatják a városházát. De lelkesen. Persze. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy lelkesen. Információval, megtüzeletet, pontos időjárás. Legyen időjárás hírek, egy Bonnie Tyler és egy AHA sláger felkonferálása melletted, a kettes ablakban pedig írénképpen mutatja, hogy mennyire. Ennyi. Mennyire tehetséges. Aki érted, tehát, hogy 6 felfele fordított hüvelykúj, az azt jelenti, hogy hogy átmentél. Ferenc, honnan jött a Klassz FM-ből Irénke? A Méta utcából. Menni fog ezt. Szerintem beszél a Csabival. Ő nagyon, el tudja neked mondani, hogy igen, kell 36-szor ugyanazt a számot úgy felkonferálni, mintha először. Jó, de a kívánság műsort is kell vezessek a vizsgán? Tehát kell dumálni hallgatóval, egyébként rábeszélni az arra, kinek küldöd. Megkapnád a Városháza rádiót egy napig, és ott nyomnád. Köszöntenéd az új belépőket, jelentenéd. Tiszteltem Lákóczi úr, a gyémánt lakodalmunknak alkalmából küldeném az árai vámosidól a homokórát. Alert, köszönöm. Sajnos, és akkor, ezt nem játszunk. És akkor azt mondja, hogy sajnos nincsen, csak Aváncsi. De a mama ugyanúgy fog neki örülni. Hát akkor legyen Aváncsi. Igen, sajnos nincsen. Van egy Mark Ronson feature, Bruno Mars, a bácsi meg így néz rád, majd fogalma nem lesz, hogy mire beszélsz. Mi van a magyar válogatottal? Tessék, őket is behívják? Hát, mit kell csinálni? Dekázni? Mert akkor nagy bajban vannak. Fejelgetni, labdát tartani, nem, Marika néninek majd kötényt adni? Hát, mi a feladat? Magyar válogatottban van már egy-kettő, főleg egyébként a nagy öregek között, meg aztán pláne, aki dekázásban egész jó. Jó, hát új, igen, ja, úgy, hogy tudod, nem is megjelenik majd a Városháza előtt 22 Magyarország melegítőbe öltözött fiatal zselézethajú fiatalember, stoplisban berohannak a négyes kormányablakba, és elkezdenek Irénke előtt iszonyatosan futballot. Hogy fogják őket meg? Miért nem nézik meg őket? Ja, nem, most a fejelés? Nem, az a fejelés. Dekázás. Kötény. Szalai úr, adja be, legyen szíves, ha lehet fejre. És kifejele, Károly bácsi, 60 éves, a négyes ablakban. Kb. Ez. Szóval, hogy itt azért sok mindenkit le lehetne tesztelni. Ilyen teljesítmény alapján, nem? Hát a magyar válogatott abszolút behívható. Tőzsér úr, legyen szíves, bőrözze be Terikét, oda-vissza. Kiskapura bőnek, parancsoljon. Jó. Bőnek kétszer. Zsuzsák úr, gólöröm.
térden csúszás, de ez egy rohadt parketta, nem baj, térden csúszás. Így van, elnézést, egy hasoncsúszás, egy kedves, hogy jó, mi a kolor, hát most ez van, szegény ember, ezzel főz. Ah, igen, lehetne itt tesztelni. Na jó, drága hallgatók, én nem tudom, engem annyira nyomaszt ez a törökországi eredmény. Komolyan mondom, nem tudom, hogy te vagy az egyetlen. Nem, tudod, te vagy az egyetlen, ez nem, mert még ott van Ben Stork is. Igen, na mindegy, beszélünk már. Ben Stork, mindegy. Szóval, hogy beszélünk majd még erről. 7:30 pontosan 5 perccel Lóven bácsival játszunk majd a hírek után, úgyhogy jelentkezzetek nyugodtan. Ha szeretnétek játszani, ha van friss közlekedés, küldjétek azt is, mi pedig jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 3:48 pontosan, 3 perccel M3-os az M30-esig Budapest felől közegmentes, 146-147-es kilométer között gumicafatokban az úton, óvatosan menjen mindenki. Kőbányán a Harmat utcában a parkoló autók közül egy rendőrautóból mérnek, Andor üzente. Köszönjük, Andor! Aztán az M0-as Maglódi kihajtója előtt az M3-as felé van egy baleset, és szén van az úton. Robcsó küldte nekünk ott is. Vigyázzatok, Budakeszi behalt, villogóra kellene állítani a lámpákat. Kedves önkormányzat! Nem én mondtam, tehát ez még hozzátartozott az esemény. Balázs soha nem mondaná ezt, hogy kedves önkormányzat. Nem önkéntes rendőrködöm. Nem, soha nem, waterkázik így. Nem én mondtam, tehát ez benne volt. Benne volt még az SMS-ben. Budai alsó rakparton újra baromian lassan lehet haladni, valamint igen, Nyíregyháza felé az M0-as Maglódi lehajtójánál most történt a baleset, úgyhogy ott is dugó van. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én ha meghallok egy-egy bizonyos helyet, vagy egy-egy bizonyos helynek a nevét, vagy említi valaki a környezetembe, akkor én hajlamos vagyok az elérzékenyülésre, és most ez a Kőbánya Harmat utca, ez. Ott laktak Móniék annak idején. Isten, oda jártál udvarolni? Oda nem engedtek igen, be? Igen, konkrétan. Hát mesélted azért. De hogy ez így tök, meghalasz egy nevet, és akkor így nagyon régen hallottad már így emlegetni, és akkor abban a pillanatban egy csomó emlék így feltolul, hogy ilyen szépen fejezem ki van. Bár nem vagyok költő, és papírom sincs vagy. Ott álltál a kis köldök, így felhúzott kis nadrágocskádban. De úgy köldök. Lóbáltad a kis kezecskéidet, a kis szimatszajtroddal, és bámultad Móniék ablakát, hogy de jó lenne, ha kijönne. Csorgott be az eső a szandálomba. A kis zoknidal a szandálomba. Egy ideig tudta magát tartani a műszál, a zokni, de aztán mivel nem volt víztaszító. Fáztál, Móni, nem jött ki, és akkor végül haza. Hiába dobáltam a redőnyt kavicsokkal, nem engedtek be. Sőt, a kutyát is rámuszították. Na, játsszuk akkor Óven bácsival, Beru nénivel, jó, már érkezik is a játékosunk, ezt bezárjuk, igen, itt van már is a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét, de ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Szia! Ádám vagyok Szegedről. Hello, Ádám, jó reggelt! Mit csinálsz, Ádám, mivel foglalkozol? Dolgozok, TB specialista, számfejtő vagyok egy cégnél. Aha, bérszámfejtő. Nem, TB számfejtő. TB számfejtő. Tehát az ellátások, ha valaki beteg lesz, ül, vagy valami, akkor... Azt akkor te számolod. Így van. Akkor számfejtő. Igen. Sok szak van egyébként, amikor az ember jelentkezik a számfejtő iskolába, akkor aztán lehet szakosodni, hogy bér vagy. Ez nem számfejtő, ez egyetem, ez Szegedi Tudományi Egyetemen tanultam a munkaügy TB szakirányon, és akkor TB szak. Szakértő vagyok végül. Hány emberre csinálod ezt? Hát két nagyobb cégnek, körülbelül 1500 ember. Az komoly. De hát nem mindenki beteg minden hónapban, úgyhogy... Persze, nyilván, de azért ez egy komoly. Az egy komoly szám. Na jó van. Azt nézem, hogy ó, de jót kaptál. Hát nagyon. Nagyon általában jót kaptál. Szoktam tudni, de a kollégák segítenek majd. Jó. Megmutatjuk, mit csinál Óven bácsi. Jó? Szuszókán. Óven bácsi picit a délután. Igen, kis sziaszta a Tatooine-on. Igen, elaludt egy picit. A vasárnapi ebéd után. Na, ez egy, hát ez egy amerikai film, nem sorozat. Egy amerikai filmnek a zenéjét kell kitalálni. Jó régi. Rövid részletet mutatunk belőle, mert nagyon könnyű. Jó? Jó. Na figyelj. Ó, hát ez tényleg. Húha, két tippem van. Na akkor hallgassuk meg még egyszer, ne kapkodj. Dirty Dancing. Mondom, ne kapkodj. Ja, nem, az másik volt.
Melyik volt? A Ghost, Ghost! Oh, az bizony! Tényleg! A kolléganőnek azért jusson valami. Igen, a kolléganőnek fog jutni valami. Úristen, nem csoda, hogy a kolléganő tudta. Most mi van? Szoktuk tudni, most zavarba voltam, de egyébként szokott menni. Nem volt ez a rossz film. Én mondjuk nem láttam egyszer sem végig, de szerelmes filmek. Ott megállítottad mindig annál jelenetnél, mikor összefonultak, nem? Ja, igen, az agyagozós. Az agyagozós. Volt ez a korongozós rész, mindig a csupaszpisztoly paraduli jut róla az eszembe. Te nem is láttad ezt, Ádám? Nem láttad? Nem. Nem, valahogy nem szeretem az ilyen romantikus filmeket. Hát a pasik az kevésbé szeretik, igen. Igen. Viszont igen, van egy ajándékcsomagod, úgyhogy küldjük, jó? Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, köszi. Valami szép napot. Szép napot neked, hello. Köszi játékot, hello, ciao. Hello. Igen, akkor még úgy nézett ki Demi Moore, mint Demi Moore. Tehát még hasonlított önmagához. Még hasonlított önmagához, nem hasonlított nyomokban emlékeztetett Demi Moore. Igen. De Rhapsody is egy jó film egyébként, azért van egy-két jó romantikus film, nem? Az ősz New Yorkban, az is helyes egyébként. Richard Gere, még utálom Richard Gere, de az nem egy rossz film. Jó. A Love Story is jó. Halál 50 órája. Így csak a romantika. Csak Zombi Kelenföldön nagyon. A számol beteti. Zombi Kelenföldön, igen. Trancsira padláson. A véres 4-es 3. Miért utálsz te mindent, amivel egy kicsi érzelem is van? Nem értem, egy jó kis Love Story, annyira helyes film volt. Milyen szomorú. Na jó, 6 percben pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, híretek küldjetek. Jó, Újfehértónán 4-esen mérnek a rendőrei, valamint az 53-as út 49-es kilométerénél Sotvadkert felé baleset, rendőrök, tűzoltók kint, valamint az M5-ös Szeged felé a Dabasi lehajtójánál már trafiznak, vigyázzon mindenki. Ez Csé küldte nekünk, 6 perc van 8 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. De jó kis szám, ilyenek kellenének reggelre. Mindig. Nagyon jó volt. Egy kis Robi, egy kis Kylie. Kylie. Istenem, miért játszott annak idején Jean-Claude-dal a Street Fighter harca végső kit című film klasszikusban? Játszott Kylie, mint micsoda? Így van. Ki volt? Hát, egy robbanó dinamit. Ja. Egy kis kommandós csajt játszott benne, szóval Keminek hívták. De is jól? Ilyesmi. Igen. De micsoda szereposztás? Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue. Csillog a szemem. Raúl Julia. Julio Iglesias és... Tudjátok, hogy filmben el vagyok maradva, de ezt megnézném. Hát Feri. Micsoda erős, basz, erős leosztás. Akkor te nem láttál semmit, ha ezt a filmet nem láttad. De tényleg. Igen, utána azonnal nézd meg a dupla dinamitot. Tehát, hogy a dupla dinamit, az filmklasszikus. Igen, és egy gyilkos cápák 4, az is még nagyon gondolom. Illetve a Godzilla, meha Godzilla. Ellent. Figyelj, azért az ott volt. És aztán ugye pár évvel később természetesen kiderült, amit mindenki tudott akkor már, hogy azért Jean-Claude, hogy hívják, castingolta elég keményen. Kylie-t. Igen. Hát figyelj. David Hasselhoff is azért elmondta, hogy a B-vecs forgatáson azért nagyon durva dolgok történtek. Oda, hogy bekerülhess a piros fürdőruhába. Piros fürdőruhába, vagy rohangálhassál, azért ott sok mindent meg kellett tenni, igen. Na, 84-es út 23-as kilométerénél Mor felé a bokrok mögül mérnek a rendőrök. Dávid 94 küldte nekünk, M2-es Gödnél beállt Budapest felé, az okát nem tudom üzeni, Reni. A 47-esen Szeghalomnál trafi, fekete Skodából mérnek, Zoli küldte nekünk, valamint Egerlövő belterületén trafiznak, Mezőkövest irányából Szabi üzeni. Lövő és Újkér között már járható az út, rendőrök irányítják a forgalmat, vigyázzon mindenki magára, és a másikra is üzeni Ramona, valamint Polgár belterületén Görbeháza felé szintén van egy trafing, ez Brikett futár küldte nekünk. M5 Szeged felé Dabasi lehajtónál így van, Újfehértón a 4-esen mérnek a rendőrei, Lövőnél van egy balesetünk, szóval hát igen, zajlik a reggel, gyerekek. Zajlik a reggel, és marad ez az idő, hétvégére jelen 17-18 fokot láttam, ez most már egy picit borulni látszik. Borulni látszik, de mert hogy hát most már csak ilyen 13-14 fokot mondanak is szakadó esőt, nem lesz. Nem lesz túlságosan jó idő, de legalább nem lesz az 1-2 fok reggel, picit enyhül majd az időjárás, és jobb idő lesz. Az eső marad, csak enyhébb lesz. Ez a semmilyen idő, se nem tél, se nem ősz.
Se EB. Se VB. Hát ja, azt nem. Még egy darabig. Semmi. 72-ben voltunk kint utoljára. Akkor 2 éves voltam. 72-ben voltunk utoljára. Én emlékszem. Értettem, apám miért üvölt annyira. Azt hittem, mert hideg a húsleves. Na, hát igen. De nem. És nem elég, hogy itt voltak 150 évig. Nem elég, hogy elfoglalták Budát, és itt még ez gyarmatként tekintettek ránk. Még ez is, hogy a 89. percben eldöntik a továbbjutásunkat, és pótselejtezőre kényszerítenek bennünket. Hát micsoda megalázás. Most, hogy 10 emberrel játszanak ráadásul. Ráadásul 10 emberrel játszottak, igen. Én nem tudom, szerintem valami kecskét kéne áldoznunk, valami olyan szörnyű átok van a magyar futballon. Jó, és utána megsütni, ebbe benne vagyok. Véletlenül sem a 3. percben kapjuk a gólt, hanem a 89-ben, amikor már tényleg mindenki összeborulva ünnepelte a magyarországi EB kiutást. Akkor még utoljára gyorsan egy gól. Nem szabad kibontani a kölyök pezsgőket, értem. Jó lesz az még a gyerekszüli napjára is. Vajon a magyar válogatott együtt nézte, összegyűltek valahol? Á, nem merték szerintem, külön izgultak. Külön izgult mindenki? Hát igen. Pedig nagy tényleg az lett volna. Betyárja a gyerekek. Valahol összeülne egy nagy képernyős. Már bontod a pezsgőt. Ja. Hát az meg vagyunk, megvagyunk, kint vagyunk, és bejön a gól. Egyetlen ember van, aki most valószínűleg ilyen tudatos hasadásos állapotban leledzik, az pedig Zsuzsák Balázs, aki igen, a török bajnokságban játszik. Hát azért elég frissű a török bajnokságban, nem hiszem, hogy bármilyen szinten örült volna ennek. Ki tudja, nem? Még meddig marad. Ki tudja, még meddig marad, igen. Na, hallottátok Hugh Hefner legújabb húzását? Mi szerint azt mondta, hogy rendben van, ő érti, elég volt a mesztelen nőkből a Playboyban. Miért fogjuk akkor megvenni? Hogy mi van? Az lesz az öregnek már. Teljesen megbolondulni látszik az öreg, de igaza van abban, amit mond szerintem, és azért hát látszik világszerte az eladásokból, hogy rohamosan csökken a kereslet. Ezen inkább erotikus magazin iránt, mert azért ez szexnek semmiféleképpen nem mondható, de Hugh Hefner most rájött, hogy hát haladik el a korral, és nem lesz több mesztelen nő. De nem lesz mesztelen nő a Playboyban. Ez egy jó kérdés, nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz. De azt mondta, hogy már nincs erre szükség, hiszen más iránt kezdett el érdeklődni. Benyomtam egy levél Viagrát, az semmi, a rohadt, akkor hagyjuk. Nem igaza van abban, amit mond, mert azt mondja, hogy annyira elment és eljárt e felett már az idő, és annyira készen kapja az ember az ilyen típusú tartalmakat az internetről, hogy egyszerűen nincs szükség már arra, hogy ilyen lengén öltözött nők feküdjenek egy farönkön, feküdjenek a medence szélén, és úgy mutassanak valamit, hogy igazából nem mutatnak semmit. Azt mondta, hogy oké, nem lesz több pucércsaj, hagyjuk is magad. Oh. Mondjuk, hogy soha nem voltak nagyon kemények, ezért ők mindig az igényesebb szeretét képviselték az erotikának, soha nem volt a Nyuszis magazin, mondjuk egy Hustler, ahol azért egyebeket is mutattak, nem csak ilyen, vagy nem csak sejtettek, hanem ténylegesen mutattak valamit, de hát azért hozzátartozott, basszus, a magazinhoz. Na jó, de tényleg ott tartott ez az újság még mindig, hogy a középen, ugye kihajthattál egy ilyen poszter méretű, nagyon szép, nagyon csinos nőt, aki igazából semmit nem mutatott magából. Hát azért ennél már egy felnőtt embernek sokkal több kell. Ez a 70-es, 80-as években. Művészi szépségű képeket közöltek. Tehát pont az volt az, hogy ugye cici lehetett, meg popsi, és, de ezeket szépen mutatták meg. Tehát, hogy volt a beállításban, volt valami a fényekben, a helyben, ahova kitették a hölgyet. Meg sose az volt benne a legizgalmasabb egyébként. A legizgalmasabb az mindig az adatlap volt középen. Én mindig kerestem, mert hogy szeret biciklizni, szereti a metált, stb. Igen, tehát megnéztem a képeket, és ott volt középen, tudod, hogy kedvence a krumplis tészta, hogy vannak sokszor volt, hogy Sabrina Miami-ból kedvence a krumplis tészta. Hogy vannak-e esetleg közös kapcsolódási pontjaink, hogy lehet-e még kedvenc itala, a friss csapvíz, ugye ezeket kerestem. A kútor, nem az artézi. De tényleg erre van még egyáltalán igény, vagy erre volt igény? Hát ennél ma már azért a felnőtt férfiaknak valószínűleg több kell, máshogy szocializálódtál, más találsz az interneten, egyértelműbb, konkrétabb tartalmakat. Ugye, nem akarom hát konkrétan kimondani. Hát egy is, hogyha felmész egyébként, hát rögtön át tudsz kattintani. Igen. Elmúltál már 18, mindenki elmúlt 18. Hát, ma már egy konkrétan egy celeb csajtól, akár itthon, akár külföldön, ha fölrak magáról egy strandolós képet, vagy lefotóznak egy amerikai világsztárt, ahogy ő félmeztelen, ugye egy jakton napozik, többet látsz, mint ezekben a magazinokban, ahol kicsit kendőben láttál is valamit, nem láttál semmit, erotikus volt, de hát
30 évvel ezelőtt ez valójában érdekes lehetett, vagy 40 hát évvel ezelőtt. Hát ez forradalom volt. Ez, tehát Hefnernek ki az a van ebben a... De izgalmasabb volt egy cikk a Lamborghiniről, nem? Aha. Vagy egy vadonatú jachtról, vagy egy szép, mint a Breitling óráról, mint arról, hogy most ott van Sabrina 28 Miami. Miami-ből is szereti a klublapát. Igen, és kedvence a káposztás cveket. És a kristály keserű. Nem? Tehát ennél már azért tök jó. Azt nem tudom, hogy mi lesz benne cserébe. Hát valószínűleg nem, akkor ez több nem óra a, és több autó. Igen, ez nem csak a mesztelenkedésről szólt, ez közben arról az elit klubról, ahol férfiak mindig is tartozni akarnak. Szép órák, szép autók, szép öltönyök, szép ruhák, jó csajok. Hát emlékszem, egyszer lapozgattam. Igen, minden, amit téged nem veresen tudom. De úgy, hogy kukából vetted már ki, valaki megunta, nem? Nem. Nincs igazad, én megvettem, nekem az első évfolyam az megvolt, meg is van egyébként mind a mai napig, és nem is dobtam ki. Egy évadon keresztül folyamatosan vettem, és az volt a tervem, hogy kötni fogom az összeset. Aha, de és miért adtad fel az első év után? Na, utána számoltam fel. Ja. Ez a magyar Playboy? Mikor jelent meg? Az hú, nem tudom megmondani, nekem az első példány az az volt, amiben a LaToya Jackson volt. Ugye, hát egy picit átszabva, mert már hál' Isten nem hasonlított annyira a tesójára, de hogy az volt az első, amit megvettem. Én emlékszem az első ilyen újságra, ami a kezembe jutott, az még a külföldi volt, nem volt a magyar, hogy ebben az volt az izgi, hogy nem értük el máshol ezt a fajta tartalmat. Persze, akkor még, ezelőtt. Igen, de ma már hát mindenhonnan ömlik ugye a szex. Tehát, hogy valaki... Az a fránya szex. Az a csúnya szex, hogy számítógépen rendelkezel, ennél már durvábbakat tudsz, sokkal durvábbakat tudsz megnézni. Hogy mégis mi a jó, én mondjuk szeretem magát a papírt, az újságot, tehát hogy kézbe foghatod. Az olyan nyomoronc egy ilyen laptopot a kezedbe, nem most olvasgatni. Igen. Jó, mert jól befőttek alá, amikor. Hát, de... Én valamiért kapom ezt a lapot egyébként, tehát én nekem havonta egyszer megérkezik egy ilyen az asztalomra. Na, most te csinálod, előbb van a te kezedben, mint én, mire megyek be, már ott is feltett lábad. A Lamborghini, a Breitling, meg a jachtok, tudod. Igen, barom sok jachtok, meg Lamborghini, meg Breitling most. De hogy, tehát valamiért érkezik, azt hittem észre az utóbbi években, hogy egyre kevesebb nő volt benne. Pont neked mondtam talán, vagy Annának, vagy Lacinak, aki ültek velem, hogy gyerekek, ebben eltűntek a nők. Nem, neked egy nagyon egyszerű okom van, Balázs, hogy hozzám került először, és én kivágtam belőle. Mondjuk, te haza. Voltam elég nő, amikor a kezembe került, akkor még. Tényleg pont egy hónappal ezelőtt néztem át ezt az újságot, és rájöttem, hogy régen azért minden negyedik, ötödik, hatodik, tizedik oldalon volt egy nő. Összesen egy 2-3 nő volt most már csak benne, középen még már nagy kihajtós, amit én nem tudom, hogy valaki kirak-e még a szekrényére, vagy autószerelő műhelyre, mert csak azért, de most már azért nem nagyon valószínű. És tehát eltűntek belőle a nők. De akkor valószínűleg egy ilyen irányba fog elmenni a lap. Egyébként próbáltuk a Nyuszis magazinnak a főszerkesztőjét fölhívni. Ő azt mondta, hogy nem nyilatkozik, de nem azért, nagyon kedvel bennünket, csak egyelőre ők semmiféle itinert nem kaptak erről. Tehát ezt így Hefner kitalált, ezt lenyilatkozta valószínű, és Európában itt mindenki értetlenül áll akkor, hogy most kezdjenek ön életrajzot írni. Akkor a kapkodás gyerekek. Mi lesz a magazinnal? Mert hogy szegény, hát nem éri el Hefnert, ugye? Nem. És nem tud egyelőre mit mondani. Náluk még az a legfrissebb itiner, hogy szerezzék meg megint az Alatnait már, hogy az milyen jó folyam. Azért az volt a legnagyobb példányszámban eladott magyar Playboy. Máig se értem, hogy az benne vagy gyerekek, az mindent elárul. Mi lenne, ha elérné? Tehát tételezzük fel, hogy a Bush Pisa eléri a Hefnert, és akkor hogy... Pista vagyok from Hungary. Pista vagyok from Hungary. Tehát, hogy így hogy? Steve from Hungary. mit tud tőle kérdezni? Egyáltalán milyen állapotban találhatta ki ezt a Hefner? Ez egy tudatos döntés volt? Aha, vagy kitátorgott a világ, hogy 8 vára nem volt tudatos döntés. Brutálisan vicces cég után egy köntösben, és azt mondta, hogy jó, elég a mesztelen nőkből. Tehát nem kell több. Hogy találhatta ezt ki? Ez a jó kérdés. Így valószínűleg valamilyen szánsegéd volt szerintem, aki ezt kitalálta. Ő nem talál már ki szerintem semmit. Ő nem talál már ki a szobájból sem. Annyira oda van szegény. Hát szegény az én már. Amikor abból a szobából lehet, hogy nem is. Élete volt. Igen, tehát, nem is akarná kitalálni. Ha fel annyira emlékezhetnénk, mint amire ő emlékszik, akkor szerintem nem lennénk már rosszabb. Ott van, ez megy még, hogy ott olyan sok mesztelen nő van állandóan abban a villában? Igen. Az mai nap is. De már most minek? Van padlófűtés. De minek, ha ő nem emlékszik semmire ebből? Hát a többiek miatt.
Ki lenne az utolsó, akit megnézitek? Én azt mondja mondjuk a Magyar News is magaz, hogy oké, utolsó, vége, lehúzzuk a redönt, Hefner bácsi kitalálta, nem lesz több meztelen. Nem lesz több meztelen. Magyar vagy külföldi? Akit akartok, egy valaki, akit te pasiként megnézhetsz, és azt mondhatod, hogy jó, rendben van, búcsúztassuk el szépen ezt a magazint, akkor egyet még megmutatunk, és utána lehúzzuk a redőnyt, csak órák, kutyák, lovak magazinba megyünk át. Autók, órák, kutyák, lovak. Kutyák, lovak. Drága izé. Igen, átmegyünk ilyenbe, mert hát eltűnnek tényleg a meztelen nők. Kicsit az egész magazin, ugye, hát létjogosultságát veszti. Ki lenne? Kis Rami. Ramona? Igen. De az a baj, hogy azért... De ezt csak azért mondom, hogy a következő felvétel oldaljon is még így mondja azt, hogy szeretné. Jaj, Jani, olyan cuki vagy! Hogy engem mondtál a Playboy-ban. De miért kell egy ugyanolyat választani, mint amilyen eddig volt? Hát, hogy, ja, hogy egy kis legyünk bátrabban? Hát, hogy ne? Hát az utolsó szám, hát miért nem valami... Geronadzó Mária hát valami ki? Igen, tehát, hogy valami olyat, ami... Cserdítsünk oda egy kis eltűnnél. Tehát valami nem hagyományosban gondolkodnék. Tehát olyanban gondolkodnék, mert egy sztereotíp, búcsúztatjuk egy nyomszis magazint, 30 év, az utolsó. És tehát, hogy valami rettenetesen durván. Tehát, hogy miért nem mutatjuk meg például... Rettenetesen durván. Na most már nem merek nevetben. A pornó nagykövetét Covid. Miért nem... Covid? Úgy búcsúznak. De hogy csinálod egy baka? Fügefa levélet. Tehát valahogy valami olyan ma kellene gondolkodni, igen, ami nem, mert azt még én is megvem, hogy 26. jó hogy csaj. Hogy egy picit akarja a melleit, így bal kézzel, jó? Ja, jobbal pedig így, vagy hívják, pedig lent. Igen, egy ilyen szép kis fügelem, és szépen takargatom. Magát nem tudom, csak gondolkozom, hogy most egy újabb jó csajt feltenni, még mondjuk az is igaz, búcsúzni, hát az olyan nagyon sztereotíp. Most nem mondta, Covid nem tudnád elképzelni, hogy egy ilyen mosógépre kicsit így nem szívesebben néznéd meg egyébként. Hát de nekem bejönne. Nem? Ugye, hogy ki lenne? Jó csajt? Jó csajt tennétek? Nem is tudom, hogy ki lenne olyan igazán jó, hogyha ott lenne. Hát külföldig nyilván jó csajut az eszünkbe, de hogy... Kovi és a mosógép. Ki lehet az, hogy Angela Merkel például. Hát te is szóljam, hát. Na, én pontosan ezen az úton akartam elindulni, hogy valami kevésbé hagyományosabb. Angela Merkel már úgyis nudizott egyébként. Tehát neki ez már úgy megjelentek róla fotók pár évvel ezelőtt, hogy ő ugye hát nudizott, szerette a nudizást. Ezzel nem is volt baj. Valaki medvet kilónát írja, hogy az is egy nagy húszárvágás lenne. Az is, igen, egy másik korosztályt érnénk el vele. Igen, a briteknél csináltak egy szavazást, és... És ott... az anyakirálynő jött? Azért újságíróként, mikor felkeresed az anyakirálynőt, hogy mire gondoltunk? Kedves, van egy ötletünk. Búcsúztatjuk a News is magazin, mert az ország most önt szeretnénk utoljára még címlapra tenni. Nem? Hát? Jó, egy nagy interjú erejéig. Egy nagy interjú, egy nagy széles interjú erejéig, hogy esett. Ott egyébként Katalin jött ki, hogy Katalin szeretnék. Aha. Uh-huh. Van esélye. Katalin szeretne. De ő rendben is van. Csinos. Igen. Pittával egy. Így van. Ott Katalin. Nem, az csak azt lebefél be a pipa. Igen. Egyébként a Rami volt már, tehát ezt megszer. Volt már? Kikérem neked az Arvidból, ha akarod. Igen. Nem is láttam. Hát ez fura. Nem, láttad, hát volt. Hát akkor aha. Már nem vette, tudod. De a Berényi előtt vagy után? Van ilyen leértékes 70%-kal. Akkor nem, már régen voltam a bólapiacon. Tényleg? Mondjad, Anna, hello! Szia, jó reggelt! Volt Ramona is, Balogh Edina, és a barátok közt. Hát Klaudia még nem volt. Ez még a cici gyár előtt volt ez a ja, BK-ból. BK-ból az igazi Klaudia. Nem a Liptai. Baromi nehéz egyébként a Magyar News is magazinnak ezt szerkeszteni, mert körülbelül van mondjuk 20-30, aki celeb is, híres is, és el tud vele adni a napot, és maguk mennek körbe-körbe, és ugyanazok az arcok voltak már 43-szor. Nem? Mindig az izgalmas szerintem, aki annyira tényleg olyan ismert ember, meg nem jelennek meg róla ilyen fotók napi szinten. Hát az kit érdekel, akiről napi szinten megjelennek ilyen fotók. Azért volt nagy szám ugye a Liptai Klaudia, ezért volt nagy szám a Ramona, a Balogh Edina, ezek azért voltak, mert hát azért mindenki úgy izgat, hogy jönnek, ilyen lehet. Jönnek ötletek egyébként, hogy hallgatóink kivel búcsúztatnák a magazint. Szegények, ha hallgatnak bennünket, ülnek a szerkesztőségben, mert búcsúztatjuk a magazinjukat. Én mondom, mi szerettük volna megszólaltatni, de nem tudtuk, azt mondták, hogy nem nyilatkozhatnak, ami Hefner bácsi nem ad ki. De valaki azt írja, hogy legyen Nánási Pál, mert hogy ő annyi mindenkit fotózott, hogy egyszer mutassa meg.
mutassa egy meg jó pucsítós nánás. Hát miért ne gondolhatnánk egyszer a csajokra is egyébként? Az egész magazin ugye a pasikról szól. Mert a Playgirl magazin. Hát jó, de az egy ilyen utóhatása tulajdonképpen a Playboynak. Tehát az utolsó számban akár Nánási Pál is megmutathatná a blendéjét. Nem? Hogy milyen. Azt mondja, hogy Conchita Wurst. Oh. Conchita Wurst lehetne az utolsó nyuszis magazinban. Hm? Hát egy beszítettek most ezzel. Annyira, nincs benne. Jönne az asztalomra, átlapoznád szerintem. Bónod alá csapnád, és átlapoznád. Tudjuk azt, hogy ő milyen egyébként? Nem is akarom. Hogy legalább tanulni. Mi lenne, hogyha egy jó kedves Ferenc lenne benne? Nem, hogy akkor tényleg az érem másik oldalam. Látom, kezdtél ráfűzni a vonalamra. Repülős Gizit kérik nagyon sokan a hallgatóink közül, hogy ha egyszer valóban besúrran, akkor a gyorsan sorozatot valaki lőjön erre. Megnézhessék. Egyébként nem lenne baj, ha tudnám, hogy néz ki a Repülős Gizi. Legalább, ha legközebb ott ül a szekrényemben, akkor... A szívedet is ellopja. Igen. Laposz középre. Igen. Azt mondja, hogy valaki azt mondja, nagyon erős, de utolsóként zárjunk Magdi anyussal. Hát, erős lenne. Erős lenne, de egyébként nem zárkózunk el. Azt mondja, hogy... Lampert Mónika Pécsi Ildikó is nagyon sok szavazatot kap. De Csák Zsuzsira is jönnek hallgatói voksok. Zsuzsim? Adom. Zsuzsi nem volt még, nem? Nem volt még? Nem, de őt ő ehhez úriasszony. Gyuli szívesen megnézni egy hallgatón. Medvecki Ilona is vezet egyébként. Lendva Ildikó, Palvin Barbie. Na, hát azért itt vannak. Hogy azok, akik bennünket írnak, azok írják már alá, hogy ők fiúk-e vagy lányok. Igen. Mert bennünket is írnak sokan, hogy itt az idő. Rengetegen kérik Csonka Bandit. Mondom, Medvecki Falusi brutálisan elhúzott. Péter Szabó Szilvi, hát Péter Szabó Szilvi, igen, hát nem lehet izgalmas. Helyes aranyos csaj, de nagyon hagyományos lezárás lenne. Azt mondja, hogy Szecsödi Karcsi, kérdezik minden sokan, Karesz, illetve Vida Ildikó is elég sok szavazatot kap. Angela Merkel is, ahogy mondtam már, ő is vezet. Hát igen, így zárul le ez a történet. Állítólag most minden szerkesztőség próbálja Hefnert elérni, hogy mondjon már erről három mondatot, hogy mi az itiner, tehát hogy mit nyilatkozzanak, hogy ez most valóban igaz, vagy nem igaz. Azt mondja, hogy Cipán Anett, ő a TV2, a fekete hajút, a Cipán Anett. Igen, uh-huh. Igen, csinos. Igen, Feri békája. Az én békámat? Mi? Mit csinál? Na. Nem a... Feri mi? Balázs Kárit, illetve Marcsikát. Marcsika is jó. Ja, hogy világ a kummedia. Ja, tudom, megvan. Végre meglenne. Hát egy fotózás az a kellene jönnie, akkor elcsíphetnék. Igen. Na jó, ha tudunk már valamilyen iránymutatást, akkor felhívjuk a Búzs Pistát, hogy nyilatkozzon neki. Igen. Hogy jó, illetve hát őt hívtuk, de nem akar. Szóra bírni. Igen. Fél 90 pontosan. Van egy gyors és friss közlekedés hír, ami ebben a pillanatban jött. Mit rögsz? Nem az, hogy tényleg ez a beszélgetés, tudod, hogy hello, I am Steve. Steve McQueen! Valószínűleg ez nem. I'm hungry. Steve McQueen. 10-as út Komárom bevezető Komárom táblánál van egy trafi vigyázatok. M2-es gödnél beállt Budapest felé, az okát nem tudom, de egyre nagyobb a dugó. Arrafelé kerüljetek. Egérlövő belterületén van egy trafi, Mezőkövesd irányából. Szabi küldte nekünk, valamint Polgár belterületén Körbeháza felé szintén fotóznak. Én már belefutottam, Gábor küldte nekünk, úgyhogy ott is mindenki menjen. Lassan 8:30 van, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, 3:49 lesz, ez ma annyira nem. Gyerekek, vannak napok, amik ilyen, olyan napok, hogy a semminek semmi értelme, haza kell menni, lefeküdni és várni, hogy elmúljon. Beolajozzunk, bátor embert.
Valamit csináljatok, nem szokott nektek ilyen lenni, hogy egyszerűen fölkelsz, és már érzed a napod elején, hogy nem jó, kicsit megbotlasz a füvön, megcsúszol, lebucskázol, ilyen szerencsét. De fölugrasz belőle az első. Igen, ugrasz, beülsz a kocsiba, sáros a cipőt. De nem veszed észre, hogy kakiba, heperegtél. Igen, kiszállsz, bevered a fejed, bejössz, hülyeségeket beszélsz, és azt érzed, hogy úristen, csak valahogy éljem túl ezt a napot, komolyabb katasztrófa. Nem lesz ennek jó, végig le kell ülni egy-öt percre, hogy valami, csak hogy megpihenni, és így rendezni a gondolatokat, mert különben biztos, hogy valami vannak, lesz. Vannak napok, amikor nagyon jól megy minden, és ugye az egész flott, és pont helyed van a zöld lámpánál, nem jön ki senki eléd, hazaérsz. És már van, amikor az indulásnál érzed, hogy párhuzamosan mennek előtted, rossz napod van, beverted a fejed, elestél a füvön. Piros a szemafornál, felvillan, nincs már többen nyám, nem jutok el a kútig. És úgy érzed, hogy igen, ezt a napot most itt kéne abba hagyni, és mindenféle komolyabb lelki és fizikai sérülés nélkül most gyorsan hazamenni, fülünket, farkunkat behúzni, legyen vége. Kicsit pihenni, aludni. Üss el az órát az évfél, legyen egy óra, és akkor már tudod, hogy ez egy másik nap, hát ha jobb lesz. Én ma így vagyok ezzel. Tehát, vettetek egy ilyen fali órát? Valahol valami. Van egy sikereskedőnél. Üssel az óra az évfél. Így vagyok ezzel. Ma abszolút formán kívül vagyok. Látod, már az anyádat hív. Dadogok, formán kívül vagyok, és semminek semmi értelme. Kezdjük újra ezt a napot. Jó, bárcsak lehet. Már legalább 3 óra elment belőle. Jó, de mit csinál szerdán? Tehát a szerda, mindenki tudja, hogy a szerda legrosszabb nap, a legrosszabb hétköznap a héten. Azt nem mondtad, hogy csütörtök, mert hogy hívják, hogy már átverjük az embereket, azt mondod, hogy kedd megint, kedd. Tehát, hogy mit tudsz mondani? Gyorsan túl kell lenni rajta. Valahogy ezen túl kell lenni. Így van, koncentrálni kell a jó zenékre. M2-es Budapest felé a Gödi lehajtónál valószínűleg mérnek egy fehér furgomból, mindenki lassítson, ezért torlódás van. Azt mondja, hogy M2-es Gödnél beállt, Ena is elküldte nekünk. Köszönjük szépen, Móri Székesfehérvár között a 23-as kilométer magaságában van egy trafi. Ezt is Spidey-től kaptuk, ha jól olvasom, de ma semmi nem biztos. Trafi a 4-es főúton Újfehértó belterületén, Petya küldte nekünk, ha esetleg mondtam már, elnézést, és van egy trafi Újfehértó belterületén. Semmi van. Jó lesz, hogy örülnek az Újfehértóiak. Szerda. Megoldás a te problémádra, és egy csodálatos dologba futottam bele, és én akarom, hogy mi ebbe benne legyünk, mi hárman. Hát mi itt a műsorban vendégek vagyunk, Balázsral, úgyhogy... Most ez nem csak a műsor maga, hanem egy fantasztikus kezdeményezés van országszerte, és mi akarom, hogy ennek zászlós hajói legyünk. Figyeljetek, a közösségi kecsketartás. Na ne! Én azt akarom, hogy mi figyeljetek, be kell szálljunk a közösségi kecsketartásba. Lesz egy aranyos kecskénk nekünk a Morning Show-nak. Igen? Amihez tetszik. Kimehetsz, megsimogathatod, igen? Magadhoz ölelheted, megdögönyözheted a kis drágát. Mondom, hogy ők mindannyiunk kecskéi, akik beszállnak a buliba, egy nagy boldog kecskenyájban fognak élni, hozzáértő emberek pedig kecskesajtot készítenek belőle, és mi ezt megkapjuk. Ez a hír érte? Pont olyan, mint a mai napom. Annyira szürreális, és annyira életszerűtlen, hogy így most hogy érzem azt, bele. Most érzem azt, hogy nem kell álmodom, és minden ilyen fura homályban kezdtek csak így beszélni. Akkor viszont úszunk együtt az árral. Tompulnak a hangok, és egyre szürreálisabb ez a reggel. Mert közösségi kecske, érted? Lesz közösen nekünk hármunknak egy kecské. És az esemény végén odaadod a kecskédet, elmegy a kecske egy nyájba, szül egy sajtot, és igen, te megeszed a sajtot. Nem, a sajtot nem szüli a kecske, ezt megcsinálja. Csak kijön fóliába. Azaz, úgy a felsőt. Sovány vagy kerekecske? Kerek. Petegecske, inkább vagy hallom. És mi legyen a neve? Mert ez egy jó kérdés. Na. De szép kérdés. De szép. A kecske szakára. Mi legyen a kecske? Ez arról szól, hogy mindenki tart majd egy kecskét. Nem mindenki, csak aki akar. Tehát nekünk mi csatlakozunk a nagy magyarországi kecske. A közösségi kecske. Érted? Lesz egy közösségi kecske. És egy Morning Show-s bilog lesz a farán? Igen, és lesz neve, elnevezhetjük, hogy neveznéd el a kecskénket. És hol tartjuk, ide behozzuk a szerkesztőt? Nem, hát ez él, egy vidéken élő, érted? Ez kecske. Uh-huh. De nem, és mi kapjuk... Megy a városházára, és megküljük. Berendelték, és megküljük. Na, de hogy hívnál? Nekem elég gondot takarítani a kutyának a drekjét. Nem nálad lesz, kint lesz vidéken egy tanyán. Mi csak a finom kecske sajtot kapjuk meg. Igen, hogy lesz-e, közös kecskénk lesz, neve kell, Elek. Hogy legyen. Mert hogy megkelek. Ú, de. Nekem Elek kell. Elek kell, hogy legyen eme kecske. Elek kell. Szerintem ezt most kéne, az egész napot a baj. Jó. Hát de ülj már föl a vonatra. Nem. Ülj föl, hogy robogjunk együtt tovább a kecske felé.
És akkor van, van valahol egy csomó kecske, mi kimegyünk, rámutatunk egy kecskére, és azt mondjuk, hogy te vagy a mi kecskénk. Mi kecskénk. Valaki tartja nekünk. Igen. Tehát mi csak virtuálisan tartunk egy kecskét. Ez olyan, amikor az állatkertben örökbe fogadsz egy állatot? Úgy van, de te például az állatkertös van, nem kapsz semmit. Jó, mondjuk belépőt kapsz, ha örökbe fogadsz valaki. Itt viszont kapunk kecske sajtot. Szeretem a kecske sajtot. Én szeretem. Ez a jövő. Ez a jövő. Érted, hogy van egy kecske? Úristen, szerintem én elhaltam az idefelé vezető úton, és az a büntetésem, hogy 1000 évig minden reggel ide be kell ülnöm, és erről a kecskéről fogunk beszélni 1000 évig. Hogy miért akarsz? Fehér, sima fehér kecskét, foltos kecskét, inkább fekete kecskét? Foltos cuki. Cuki a foltos. Foltos cuki kecskét akarunk. És akkor? Hol van ez a kecske? Ez már él? Ez vidéken van. Ha akarod, akkor él. Ha nem akarod, akkor majd olyat veszünk, aki még nem él. Majd megszületik. De vehetünk már a kecske. Én így is eléggé kecske vagyok. Is persze, lehet olyat. Eltetünk kespermát. Figyelj, ez viszont tetszik. Mert ez kicsit olyan, mint a bobavárás. Tehát, miről szól? Ez a ma reggel miről szól? Mi van velem? Egy vemhes kecskét. Egy vemhes kecskét, aki majd megszüli nekünk a Morning Show kecskéjét. Tehát, hogy még nem tudjuk, hogy milyen. Picit olyan, mint egy lottósorsolás, egyfelől meg, mint a gyerekvárás. Igen, és ha ráadásul ugye fiú kecske lesz, akkor találjunk egy vemhes kecskét. Igen, egy vemhes kecskét. De nekünk ne, de mi nem azt szerezzük meg, hanem aki benne van. Bizony. És lesz egy kecskénk. Igen. Ha, és akkor? Tehát ha a vemhes kecske, azt tulajdonképpen... Te is velük vagy? Így van. Tehát keresünk el egy vemhes kecskét, ami tulajdonképpen a mi kecskénk tokja. Jelenleg. És oda bent van egy kecske, akiről még nem tudod, hogy milyen. Tehát tök érdekes lesz várni a megszületést. És oda megyünk a szüléshez. Hát miért nem? Láttál már kecske szülést? De ilyen alapon akkor fogadjunk örökbe egy szamarat. De nem, mert az nem jó, mert abban nincs tej. Így van, mert a szamár fej is az csak neki jó. Tehát nincs szamár sajt. Kecske sajtunk viszont lesz a végén. Nagyon jó. Remek elede. Eme kecske, remek elede. Aha. Na? Meg vagyunk. Jó. Jó, én nem takarítok kecske után, ide ne hozzatok kecskét. Nem lesz itt a kecske, vidéken van. Ha akarsz, majd azt mondjuk a gyerekeknek, hogy francia drazsé is összeszedik. A Bennyvel meg tudod nézni. Dunakavics. Málnás Dunakavics. Fogod magad, és Bennyvel elmész, megnézed a Morning Show kecskéjét. Na, én akkor mondok valamit, Jani. Ha veled ennyire szigorúak vagyunk, hogy százacska, Feri, most gyorsan egy ezrest oda, gyorsan. Nézd, itt van Feri. A mai városháza és a mai... Én mentem veled, dobjál egy rugót be gyorsan. Tetszik, az bocsánat, az 2/3. Hello. Akkor csak 800-at. Mentem be, remek ember. 800-at gyorsan. De nem már. Hát most miért? Azért, mert te ma rosszul ébredtél, és ezt az egész napot el akarod tüntetni a naptáradból, attól egy közösségi kecskét. Mi van, kirakjuk, hogy Morning Show átmenetileg üzemzavar miatt zárva. Kirakjuk ezt a táblát, 9-től zenénk, mi nem zárhatunk be, egy kisbolt bezárhat, a metró megállhat, a troli az lerohadhat. Miért nem rakhatjuk egyszer? Honnan elaludhatnak a parlamenti közvetítésnél, a televízióban lehet üzemzavar, az élőadás megállhat, csak a rádió műsor nem? Nem? Tegyük ki, átmenetileg zárva, és kész, meg vagyunk. Adunk egy óra bestopot, és kész. A Mészáros mindig lehet utolérhetett? Neki sose kell megszólalni? Nekünk mindig meg kell szólalni? Bedobtad a 800-at? Itt az ezres, tessék. Dobjál be egy ezres. Beteszem. Így van. Nagyon jó. Beteszem. Inkább igaz, hogy én hozok egy jó dolgot, ami előre viszi az egész Morning Show-t, az egész országot. Nem, ehelyett, volt az. De a közösségi kecskézés ehelyett hallgassuk azt, hogy mennyire rossz neked, mert ma föl kell kelni, és rossz a kedved. Hát de nem, hát most mondhatnám azt, hogy Feri, ez ötlet, remek kecske, de hát nem. Hallgató érte. Mutatjuk a hármasugrást, bedobta? Nem. Bedobta. Igen. Jó van. Jó. Akkor kerestél is egy kis lóvét, mert van egy kis lóvénk is, igen. Megmutatjuk a beugrót, jó? Hogy mit kell kitalálni, drága hallgatók, figyeljetek. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, ezt kell kitalálni. Hoppanka. Kettő meg volt, hú. Komolyan ráizgultam erre az állatok kitalálásra. Tetszik, hogy minden reggel így ráfülelsz erre, mintha játszhatnál egyébként. Igen, picit. Mutatjuk még egyszer. Hoppanka.
ha parlagfűvel etetjük a kecskét például, akkor az jó lesz a parlagfű allergiára is. Ez hülye, ez meg, ez basszus, ez megőrült. Hozzatok sok pénzem van. De, jó, jó, most annak ezen mondatonként van a kiló. Áthúzom a szabályokat. Mondatonként kell adon a kilót dobni, úgyhogy Feri. Már a levegővétel 50, a mondat az már 100. Na jó, szóval, drága hallgatók, ha még velünk vagytok, találjátok ki, hogy mit mutattunk. Kettő darab előadó kell nekünk, jó? Vagy két dalcím. Bármi jó. A kérdés csak annyi, hogy mit hallottunk. Jó? Streamet tudunk csinálni, mint a csirkekeltetés. Érted? A kecskéről. Ha? Ahogy születik. Megvett valami gazdaság, na? vagy mi van? Vagy? Nem, hát akarunk, olyan jó lenne. Saját sajt. Mi az Isten van mered? Na. Hát, ha van állat, ami nem érdekel, az a kecske. Hogy az egy annyira nem izgalmas állat a kecske. Annál még egy házi nyúl is izgalmasabb. Na mutatom még egyszer, mert nagy a sötétség, jó? Na ezt kell kitalálni, drága hallgatom. Na jó van. Jó? De ha azt látom, hogy egy hétvégén dolgozol a Vatkert Majorban, azt mondanám, akkor nem megyünk legközelebb vele. Akkor nem tartunk veled. 6 perc, pontosan 9 óra. Küldjetek el nekünk, ha játszanátok hármas ugrást, hogy mit hallottunk. Jó? Mi pedig egy érdekes dologgal folytatjuk majd a hírek után. Kecskével. Nem én mondtam. Hogy lehet kecskét örökbe fogadni? Régen beszéltünk már, és hallottunk újabb híreket arról, hogy Rékasi Karcsi meggyógyult, aztán kiderült, hogy mégsem gyógyult meg annyira, és állítólagosan most, hát ugye szó volt arról, hogy ő már eldobta a mankóját, aztán kiderült, hogy csak mankóval tud járni. Picit felhívjuk, és megkérdezzük, hogy hogy van. Nagyon kedveljük, nagyon szeretjük őt, nagyon szurkoltunk neki, hogy minél előbb gyógyuljon meg, viszont régen beszéltünk velem, úgyhogy felhívjuk és megkérdezzük, mi a helyzet, mi igaz és mi nem igaz abból, amit a bulvárban olvasunk róla. Úgyhogy Rékasi Karcsival folytatjuk a hírek után. Csak csoki csöcs. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk 10 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk egy jó kis Madonna után. Bizony. Már is. Ami az időjárás illeti, hát marad az eső, egyelőre hát nem lesz túlságosan jó idő, sőt, hétvégére ígértünk ilyen 17-18 fokot és napsütés, ez is elmaradni látszik, mert hogy beszakadó eső lesz. Aztán állítólag most azt mondják, hogy vasárnapra és hétfőre már egy kicsit a napocska is előbújik, és 16-18 fok lesz, és vége annak a nagy hidegnek, amiben belekostolhattunk így a hét elején. Egyelőre nem jönnek mínuszok. Úgyhogy jobb idő lesz. Nem jó, csak egy kicsit jobb, mint ami most van. M3-os Káli lehajtó előtt Pest felé a Molkútnál kint a három lábú, alig lehet észrevenni. Csabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Kamion keresztben az úton az Iharos és a Csurgó között, úgyhogy ott is vigyázom mindenki. Bocskai kert magas partján Nyíregyháza felől érkezőknek drága fotók készülnek, Anikó üzente. M3-as 215-ös kilométernél Nyíregyháza felé szintén van egy három lábú. Vigyázzatok. Aztán az M1-esen hatalmas dugó Zsámbéknál, Győr felé, ezt Krisz küldte nekünk, ha látjuk az okát, vagy tudjuk, akkor azt is mondani fogjuk. Ezen kívül azt mondja, hogy az M7-es Székesfehérvári kihajtójánál, az Agárdi résznél megállítós matrica kontroll van, fékezzen mindenki, mert veszélyes lehet. Májki küldte nekünk, és megvan az M1-es dugó, a 23-as kilométertől egészen a 27-es kilométerig torlódik. Szili üzente. Te mit mosolyogsz itt magadban közben? És semmi. Hát én már nem merek megszólni. Nem, már érzi a kecske sajt ízét. Csak kérdezem, hogy olvad a szájpadlásunk. Meghalt a kecske sajt dílered, vagy mi történt? Nem, lesz csak saját kecske. Mondom egyébként, hogy találkoztam a szélszerűen egy kollégával, és ő mondta, hogy szívesen beszállna. Na, tessék. A kecske sajt reményében. Hát a 3 kiló kecske sajt. A 3 kiló kecske sajt reményében. Na, hívjuk Rékasi Karcsit, mert hogy régenben beszéltünk velem, és azt lehetett hallani, hogy azóta ugye ő hatalmas lelkesedéssel gyógyul. Hál' Isten, ennek mi nagyon örültünk. Viszont a napokban azt olvastuk, hogy mégsem megy ez olyan gyorsan, és hát vannak
idézőjeles nehézségek az ő gyógyulásával kapcsolatban, vagyis még nem tudja letenni a mankót, még nem tudja eldobni, pedig szó volt róla, hogy ez pillanatokon belül megtörténhet. A megután egy csomó újságcikk szólt arról, hogy mennyire gyorsan megy az ő felépülése. Igen. Hogy már mankó nélkül, már fölült, már megy, már mankóval, de kijár a forgatásra, csak most mégse. Hát most mégsem. Úgy látszik, hogy egy picit lassabb a gyógyulása, mint amire számított, és ez annál is inkább kellemetlen, mert kapott egy exkluzív felkérés Michael Flatley-től. Több tiszteletet Michael Flatley. Az ír, nincsenek irány. A gép. A pennyi. A géppuska lábú Michael Flatley-nek. Hagyjál már. 10 perc alatt lehet úgy megunni, hogy utána érted. Na de az a 10 percben, amit abban az első 8 láttál, az gyakorlatilag minden, amit tudni kell az ír step táncról. Mert nem voltál még jó Michael Flatley előadása. Ez igaz. Az... Én voltam. Na. Michael Flatley nagy rajongója. Uh-huh. Michael Flatley nagy rajongója. Szóltak neki, hogy egy picit most jobbra steppeljél már, mert bal oldalt már cserélünk el a deszkákat, Michael. Jó, most átjöhetsz erre az oldalra, mert akkor jobbot is tudjuk. Hagyjál már, hát most annál unalmasabb minden. Nem látod ugyanis. De most nem arról van szó, hogy érted, hogy attól, hogy én nem tudom megcsinálni, még nem lesz izgalmas. Ezért 2 órán keresztül így táncolni, a pacák nem rossz. Nem a rossz. Sport. Már nem szerintem ez nem, is, ez nem tánc, ez sport. Mert nem látod, hogy mit táncol annyira gyors. Érted, hogy azért nincs érdeklődés. De akkor meg nem tök mindegy. Na, hát pont nem. Ez az. Na jó, beszélünk. Érted, ez olyan, mint ahogy hiek, látod a hangrobbanást? Nem. Hát na, akkor nincs. Itt van velük Rékasi Karcsi, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt! Jó reggelt. Hello! Mit csináltál éppen, amikor hívtunk? Picivel korábban kapcsolódtam rátok, és éppen azt mondták nekem, hogy kapcsolják be az öveiket, hangosítsák fel a rádiót. Hát én pont ezt tettem. Bekapcsoltam a biztonsági övet, és felhangosítottam a rádiót, hogy jól halljak benneteket. Aztán hallgatok Michael Flatley-t, illetve titeket hallgatlak róla felél. Az jutott eszembe, hogy a mankóimmal milyen hát azzal nagyon tudnék hozzáfasni. Igen, a kis felbicegnél oda színpadra, igen, helyesen a kis mankóiddal. Igaz, amit most olvasunk a bulvárban, hogy még mindig nem dobhatod el, és még mindig 2 mankó kell, és nem megy olyan gyorsan a felépülés, mint ahogy arra esetleg számítani lehetett? Ne haragudj, én nem tudom, hogy te mit olvasol a bulvárban, lévén, hogy nem együtt olvasunk újságot, lévén, hogy manapság nem nagyon olvasok bulvárt, szövegkönyvet bújok, mert készülök a boldogságra, mármint arra a darabra, amit Gerdával együtt mutatunk majd be, és Verebes István rendezésben, tehát bulvárt nem nagyon olvasok. Annyi történt, hogy megkezdődött a rehabilitáció, és egy nagyon-nagyon nagy tudású, ám de rendkívül keménykező főorvosasszony kezei alá kerültem, aki átrendszabályozta az életemet, tehát Rékasi Károly helyes dolgokat kitalált magának, például azt, hogy á, már nem nagyon kell ide a mankó, meg azt is én kitaláltam magamnak, hogy majd a rehab alól én szépen délutánonként eljárok forgatni. Amikor ezt megtudták az én orvosaim, akkor azt mondták, hogy 3 betű, nem, uh-huh. És utána sok-sok felkiáltója. Tehát gyakorlatilag át kellett értékelnem azt, amit én magamnak kitaláltam, és nagyon komoly odafigyeléssel és piszkosul nagy szakmai tudással dolgoznak azon, hogy mi hamarabb mehessek dolgozni, és ne úgy, hogy 1-2 napra, hanem ez egy frankó, hosszantartó, akár végletes állapot is legyen. Te jó, jól van. Berebes Istvánnak egyébként mindig olyan az orgánum, ahogy mindig azt várod, hogy azt mondja, hogy én vagyok az apád. Figyelj, egy elképesztő, ha kéne egy névsort összeállítani, hogy kik azok, akikről azt gondolom, hogy igazán színházi emberek, akkor ahogy a legelsők között volna, az egészen biztos. Talán egy valaki előzné meg, Mensáros Laci bácsi, akivel én éneket játszhattam együtt, aki ugyancsak egy fantasztikus pasas volt. Mert mi van a karaktereddel a BK-ban? Mert azt viszont én követem kevésbé, te a bulvárt, én a BK-t, hogy azzal most mi van, börtönben vagy? Vagy hol vagy most éppen? Te nem tudom, képzeld el, én is nézem minden este majd a gyűjtolomban. Te nyaller, úristen! Nagy-nagy izgalommal nézem minden este. És most mit van? Tényleg, komolyan kérdezem, hogy nem tudom. Alig férek a képernyő elé, mert közel 1,5 millió nézője van. Most derült ki, hogy a legnézettebb sorozat naponta megjelenő dolog a televízióban.
És hát a másfél millió ember mellett alig-alig tudsz odaférni a televízió. Ja, már nincs az aranyszigor, már nem kell a kalamár, már nem kell ezt ennyire durván tolni. De a háttér már nem biztos, hogy ott van, mint egy keresztapa. Nem, ez tök komoly kérdés volt, hogy most valahogy te beleforgattál, és aztán kikerültél, vagy úgy jöttetek vissza őszre, hogy már nem voltál benne, és történt veled valami. Tényleg nem tudom, ezt komolyan kérdeztem. Van, aki megkérdezte, de nem csak engem, hanem Rozsonyi Ádámot, a producert is. Pontosabban gratuláltak neki, hogy ú, de fantasztikusak vagytok, Ádám, hogy Rékasi összetörte magát, és ti ezt beépítettétek a sorozatba, hogy pont akkor feküdt be az ágyba. Tehát ez az ember, vagy ezek az emberek azt gondolják, hogy élő egyenesben megy a barátok közt, tehát ami éppen történik velünk, annak kell a képernyőn is. Nem egészen így volt, tehát picivel korábban leforgattuk. Éppen úgy alakult, hogy a mekkora dugó van itt. Éppen úgy alakult, óvatosan, hogy... Na, bementi a hálószobában? Éppen úgy alakult, hogy a forgatókönyvírók úgy rakták össze, hogy pontosan akkor került az adásba, amikor. De nem, szinte naponta egyeztetünk a stúdióval, hogy halad a rehabilitáció, hogy mikor lehet, jelentem eddig még semmiféle probléma nem. Jó, de mondjuk akkor sincs egy nagy probléma, hogyha adott esetben addig még nem épülsz fel, mert hál' Istennek olyan a karaktered, hogy mondjuk egy elszámolási vitából kifolyólag bekövetkezett lábtörés simán benne van mondjuk baseball ütő által. Van, és mindig csak ülsz a következő két hónapban. Hát sőt, elég a felső testet is, addig például gyógyíthatják a rehabilitációs központban az alsó részemet, a sérült részeket. Tényleg, ez nagyon klassz, majd ezt el is mondom Rozsonyi Ádámnak, a producerünknek. Jó. Ezt vesd föl egyébként, ez egy jó, biztosan ez egy jó ötlet. Ingyér adom. Igen. És ez ilyen napi melót jelent, ilyenkor gondolom kezelésekre járni, nem? Tehát ez iszonyatos fizikai munkát igényel, hogy az ember ott legyen, végigcsinálja a feladatokat, erősítsen. Volt barátom, aki hasonlót csinál, tehát azért ez egy elképesztő igénybevétel. Ez egy vidéki városban történik, és reggel 7 óra magasságában elkezdem, és délután olyan fél három óra, amíg eltart, amíg különböző tornaórákon veszel részt. Van egy reggeli szünet, az maximum egy fél órányi, és van egy ebédszünet, ami egy óra pihenést engedélyez. Tehát gyakorlatilag minden napot végig dolgozol, icike-picike szünetek jutnak, mondjuk egy 10 perc vagy 5 perc a következő kezelési hely előtt, amit szövegkönyvvel a kezemben. Tehát azt meg kihasználom, hogy tanulok. Nagyon élvezem, nagyon-nagyon klassz dolog, mert minden energiámat, minden figyelmemet leköti. Amíg tart a kezelés, aztán délután kicsivel macerásabb a dolog. Egy nagyon-nagyon klassz helyen lakom, nagyon-nagyon figyelnek az emberre, és piszkosú sokat tudnak ezek az emberek. Elképesztőek. És most tényleg te vezetsz? Ez nagyon... Persze. Azt mondtad az előbb, hogy dugóban vagy. Igen. Igen, azért, mert a mai napra engedélyt kaptam, hogy eljöjjek, most éppen Budapesten vagyok, és hát hol másút lennék, hogyha dugó van, és egy sajtótájékoztatót vezetek nagyon-nagyon kedves ismerőseimnek. Majdnem kimondtam a cég nevét, de természetesen nem mondom, hogy Fitohorma, hova megyek, és egy nagyon-nagyon klassz termékcsaláddal ismertetünk meg. Ja, és de akkor te vezetsz, és a Mankóval mit nyomsz? Melyik pedál? Képzeljétek, régen úgy vezettem, hogy kitaláltam, amikor még gipsz volt a lábamon, mint a gokártot. Tehát jobb lábbal a gázt nyomtam, a bal lábbal pedig fékeztem. Ez nagyon-nagyon klassz volt, csak egy gáz volt, kicsivel jobban nyomtam meg mindig a féket, mint kellett volna, illetve hát a fékrák segítő az ráduplázott vagy triplázott, és kicsit mereteken álltam meg, de azóta ez helyre rázódott. Ja, és hát ha valaki aggódik, hogy visszafelé fejlődöm, jelentem mégsem, most már tudok egy lábbal vezetni az automata autóban. Na, az menő. Egyébként egy átad lehet, hát ott csak a jobb láb dolgozik, ott a bal láb eleve pihen, igen. Akkor ezek szerint autóval vagy nem motorral? Már motoroztam is, már kipróbáltam. Igen, tényleg? Mangó keresztbe vagy hosszába előtte? Hátamra kötve. Már kipróbáltam, azért próbáltam ki, mert nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogyha ez a vágyam tárgyiasul, akkor lesz-e bennem félelem, bekapcsol-e valamiféle reflex a baleset után.
ez az égvilágon semmi, hiszen nekem nem volt baleset élményem. Tehát akkor a sok az leblokkolt, nem emlékeztem semmire, mindent kikapcsolt, tehát nincs meg az az élményem, ahogy megtörtént az autós motoros találkozó. Hát azt mondtad igen a múltkor is, amikor beszéltünk, hogy sőt a következő két hét is kiesett tulajdonképpen. Gyakorlatilag igen. Kérdezik, hogy láttam-e a klinikai halálállapotában azt a szokásos nagy fehér fényt, azt szokták látni az alagút végén, egy nagy fehér fény, és a többi, és a többi. Azt szoktam erre mondani, ami a való, hogy láttam nagy fehéret, abszolút láttam fehéret, egy nagy fehér foltot, viszont ez a fehér folt az egyik ápolónő volt, akitől én megkérdeztem, hogy kimehetek-e, és amikor azt mondta, hogy ő innen nem enged ki engem, akkor én mondtam neki, hogy én följelentem a rendőrsége, ha nem enged ki. Na, ez kevésbé durva, mint a fehér folyosó, hogy az alagút végén megjelent volna Magdi anyus, és az gyere hozzám, Karcsi! Karcsi, gyere hozzám, Karcsi! Nem akarom szegényt bántani, de az tényleg borzasztó lett volna. Igen, majd már azt mondod volna neki, hogy húzza fel a köpenyét, még mielőtt ide ér Gerda. De természetesen nem lettél volna magadnál. Figyelj, ilyenkor az ember egyszerre teszi majd lemankot, mit mondanak, hogy először eldobod az egyiket, és utána a másikat. Van ebben egyfajta fokozatosság? Bízom benne, hogy nagyon hamar elkövetkezik ez a pillanat. Most éppen ott tartunk, hogy amikor oda kerültem a rehabilitációra, akkor nagyon-nagyon kicsi súlyt engedtek meg, hogy a sérült lábamra helyezzek mindössze 25 kilót. Az elmúlt héten megkaptam a következő 10 kilót, tehát most már 35 kilóval, és ezt ellenőrizzük ilyen járópadon, hogy a mankón milyen érzetet kelt a valahány kiló terhelés. Most már 35 kilónál tartunk, nagyon bízom benne, hogy ezen a héten is megkapok minimálisan 10 kilót, és akkor lépünk előre. Jó, de ez a sajtótájékoztató, ahol most nézd, ez nem valami edénykészletet árulsz, ugye? Vagy bűvös paplant, vagy... Sokat tudom, hogy nem olvasol Bulvárt, de elmondták, hogy mostában nagyon sok ilyen termékbemutató van, nyugtass meg, hogy ennyire nem nagy a baj, hogy ilyenre kell menned. Hát nézd, módosítanom kellett, és állandóan kell módosítani. Ha színpadra nem megyek, akkor termékbemutatót tartok. Igen. Nem, szó nincs róla. Tényleg nagyon kedves ismerőseim, egy család, aki egy bizonyos dologgal foglalkozik nagyon-nagyon régóta, és az ország hatalmas területén, mezőgazdasági területén ők vannak jelen, és azt mondták, hogy ha ez ennyire jól bizonyít ez a dolog, akkor mutassuk meg a otthon virágot nevelőknek, meg minden. Aha. Hát ez bitangul nem a pénzről jó. Szól, hanem arról, hogy ezek az emberek most kicsi kiszerelésben oda akarják adni. És aha. Jó, akkor nem kell attól tartanunk, hogy lesz egy olyan pillanat, egy dramaturgiai pillanat, amikor azt mondod, hogy ez is az ózonnal dúsított gocsi kivonat elfogyasztás után el is fogyasztom? Eldobod a mankot. Eldobja a mankóig! És járni szóval! Vajola! Készletfizetési lehetősége. Nagy csibészeit hallották. Azért, hogy ilyenkor a Karcsi így kivár, tudod. Igen. Igen. Aha, hát erre gondolkozom. Nem is rossz. Nem rossz ötlet. Erre mi a fenét tudok mondani. Jól van, hát örülünk neked, tudod, hogy mindig megcsipkedünk, de nagyon kedvelünk és nagyon drukkolunk neked. Bulvárt nem olvasol, mi azért olvassuk, hogy mi történik vele, pont ezért hívtunk, hogy megnézzük, hogy mennyi ebből a valóság és a nem valóság, de drukkolunk. És hát reméljük, tényleg nem. Azért nem nagyon foglalkozom ezzel, mert az egyértelmű áll számomra, hogy a bulvár nagyon-nagyon sok mindent megír, olykor nem törődve a valósággal, az érdekesség az sokkal inkább számít. Engem meg az manapság már nem. Szóval ez a balettest, ez sok mindenre megtanított, sok időt adott arra, hogy gondolkodjam, és kiválasztani a számomra fontos dolgokat. Ez nem tartozik a fontos dolgok közé. De humorod megmaradt, tehát baleset, balettest, azért ez így. Azért én ezeket meghallom közben. Nem nagyon szeretem mondani, de mindenkit érhet balettest. Abszolút, hogy ne? Hát ebből le kell vonni a tanulságot. Persze, nyilván mindennek oka van. Erről beszéltünk a múltkor. Így van. Drukkolunk. TTC-nek is a múltkor belegavajodott a hajába egy quadrokopter. És három darab drónt is kiszedtek belőle. TTC-nek nem hétköznapi hajzata van. Nem, hát
azzal annyi baj megtörténhet. Az ő közelében nyílt lángot nem is nagyon szabad használni, de hogy csak egyáltalán nem hallasz, és eleinte, kopasz lesz. Eleinte arra gyanakodtak például, amikor megjelentek ezek a Balkánról, ezek a kesejük az országban, hogy ott szeretném egy fészket rakni. Nem, az maga a fészek. Karcsi, imádunk, vigyázz magadra. Jó, köszönjük szépen. Nagyon köszönöm, hogy kerestetek, és legyen nagyon-nagyon szép a napotok. Jó utat, vigyázz. Karcsinak, köszönjük szépen. Mindenre jó ez a fránya aló, ami. Hallgatói folyam volt. Nem, én mondom. Szeretjük, nagyon szimpatikus srác. Egyébként nekem például a Ethan Huntként nagyon hiányzott az ő hangja. Zseniális volt a magyar hang egyébként, aki leszinkronizálta, de hát azért Ethan Huntot az új Mission Impossible-be hát Rékasi Károlynak kellett neki volna kellett szinkronizálni. Volna. Így van. Ethan Huntot nem lehet máshogy elképzelni. 2 perc van pontosan, 9:30, 3-as ugrás játszunk, már itt is van a játékosunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Süt a nap Debrecenben. Húrá! Ez jó hír. A Debrecenieknek igen. Ez jó hír. Legalább ott. Az sem baj. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Veronika, honnan hívtál minket? Szia, Dunaújvárosból hívtalak benneteket. Dunaújvárosban mit csinálsz? Hát éppen a Dunai Vasműben, az irodába dolgozgatunk a kollégámmal. Dunai Vasmű. De jól hangzik. Ez jól hangzik. Mi is mi a feladatod, Veronika? Hát minden, ami beléptetés. Tehát aki be akar lépni a gyárba, vagy behozni valamit, vagy kivinni, belépőkártyák készítése, faxok, e-mailezés, ilyen kapcsolattartás, egyebek. És vidám munka lett, mert nagyon kis... Ja, hát izgulok, hogy bekerültem adásba, tehát annak köszönhető, de a munka is izgalmas. Régóta szerettél volna? Régóta szerettem volna már játszani, igen. Mindig küldtél SMS-t, és sosem sikerült bekerülni? Hát küldözgettem azért, igen, nem mindig, de hallgatlak benneteket minden nap itt az irodába, úgyhogy... Na, milyen előadókat ismertél föl? Mondj nekünk kettőt, vagy számcímet, dalcímet, az is jó. Ki volt? Pitbull volt, meg ez a, nem biztos, hogy jó lesz a kiejtésem, ez a PSI, vagy PSI. Psy, így van. A Gangnam Style is benne volt, így van. Így van. Ügyes vagy, abszolút. Nagyon köszönöm. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Egyedül vagy az irodába? Nem, a kollégámmal vagyok. Akkor nem nehéz. Nem nehéz? Honnan tudod, hogy milyen a kolléga? Nem, Feri Anit kérdezte, hogy honnan tudja, hogy milyen a kolléga. Igen. Ja, hát igen, honnan tudja. Csendes. Okos vagy? Hát, az igaz. Okos, nagyon okos. Hát itt csak okosak dolgoznak. Na, az jó. Így szól az első kérdés nyakbalasztóért. Melyik zenekar slágerében hangzik el, hogy én sem tudom überelni anyádat, te sem mosod magad után a kádat? Ez a Honey Best? Így van. Így van. Meg is vagyunk. Jó. Honey Best, így van. Na, mit csináljunk? Igen, hát nem tudom, menjünk tovább. Hát így az első után azért... Ti tudjátok, meg is állhattok, hát ez rajtatok múlik. Én nem akarlak semmire rábeszélni. Nehéz. Szerintem nem. Szerinted nem. Na jó, akkor meggyőztél, akkor menjünk tovább. Na figyelj. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik magyar író hősei Tutajos és Bütyök? Tutajos és Bütyök? Hmm. Melyik író? Húha, pedig ez egyszerű. Tutajos és Bütyök. Tutajos. Fa. Szállító, ugye? Ez a Tüskevár, ugye? Így van, és a Téli Berek, tehát. Író. Melyik? Fekete István. Lassan jött. Meg gondolkodtam, mert másra is gondoltam hirtelen, de aztán a jó megoldás sikerült ezek szerint mondani. Na, mi legyen a harmadik kérdése? Húha. Most a könyörület faktort eljátszottátok. Most így gyorsan jön majd a duda, hogyha nem tudjátok a választ. Ja, hogy könyörület faktort eljátszottátok. Hát ez elég sok idő volt. Igen. Hát akkor szerintem álljunk meg, jó? Mert nem tudom, hogy milyen kérdés jön. Hát... Kategóriát nem áruljátok el. Űrkutatás. Űrállomás. Akkor megállunk, jó? Én tök örülök, hogy játszhattam, meg bekerültem, úgyhogy nekem így ennyi bőven elég volt így első körből, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget. Nagyon szívesen. Veronika, nagyon kis vidám vagy. Jó, akkor baseball sapka és nyakbalkasztó, ez az ajándék. Lassan átállunk majd a téli csomagra. Jó. Jó, küldjük köszönöm. Neked. Üdvözöl benneteket a kollégám, Dávid. Puszi benneteket. Köszönjük. Szia, Dávid, viszont. Egy puszi a Dávidtól, az mindig olyan. Itt szerda reggel. Köszönjük szépen. Mi is csokoltatjuk, mondd meg neki.
Oké. Okay. Ciao. Sziasztok. Sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Csókra, puszi, puszira, csók. Aztán egy hétvégés meg is volt. Na, fél tíz múlt pontosan 2 perce. És én vagyok a hülye a kecskével. Igen, ez már egy ilyen reggel. Figyelj, ez egy 6 másodperc, mert a tiéd meg 16. Ez vagy ilyen reggel. M3-os a 152-es kavicsnál. Azt mondja, tolják a kocsit a leálló sávban, úgyhogy vigyázzon mindenki. Szevasztok, jó reggelt, most ébredtem, megbocsátjátok nekem, pont jó írta nekünk fotról, abszolút. Hát semmi gond. Semmi gond. Budai alsó rakpart észak felé Czóra, Eszpetőfi híd alatt állnak az autók, ezt Szabó Z küldte nekünk. Köszönjük szépen. Salgótani a Somoskő újfalui végén mérnek a rend Éber űrei, ezt Máté fiam küldte nekünk. Aztán az M3-as 30-as kilométerénél Pest felé kamion lerobbanva az útépítésnél. Jó cég, új autója, de a technika ördöge nem alszik. Darus Ati küldte nekünk, valamint van egy trafink Budapesten, a Dózsa György és a Tököli út sarkánál. Ezt Roland küldte nekünk. 9:53, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Az M7-es útépítésénél az érdi lehajtó előtt trafi van. Ráadásul dolgozik is, úgyhogy mindenki. Mindenki vigyázzon, Karcsi küldte nekünk. A Szegedről Budapestre tartó vonat áramszünet miatt előre láthatólag 6,5 órát késik, mert az utasok lassan tolják a megértésüket. Köszönjük. SMS-be jött ez is. Megbarátkoztál már a kecskével? Nem próbálom felejteni. Ne. A kecske projekt az él. Az virul, és a jövőben mutató. Igen? Igen. Össze kell jönnie. Lehet, hogy ebben nem tartok veletek. De élvezettel maradok egy projektben partvonalon kívül. Majd csak zabálnád a sajtunkat, mi? Nézem, és várom érdeklődve, hogy mi sül ki ebből. Lehet, hogy ebben most nem szállok bele. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Szó volt Hugh Hefnerről, aki kitalálta, hogy bizony neki elege van a pucércsajokból a saját magazinjában, és azt mondta, hogy nem lesz többet mesztelendő a Newsis magazinban. 30 év. Nem érdekes. Hogy mi lesz benne helyette? Nem tudjuk. Felkelt egy reggel, és nyilatkozott a sajtónak. Próbáltuk a Magyar Newsis magazin főszerkesztőjét felhívni, de mondta, hogy... Neki viszont nem nyilatkozott ez a sajtónak, mert nyilatkozott Hefner bácsi. Amikor lesz érdemi információ, nagyon szívesen beszél velünk, de egyelőre nem tudja, hogy Hefner ezen nyilatkozatát mennyire kell komolyan venni, mi a hivatalos policy álláspont, és mit kéne mondani, mert hogy egyelőre őket senki nem tájékoztatta erről. Nem. Hefner valószínűleg ez egy tulajdonképpen saját magánakciója volt, amikor is fölkelt, és ezt azt mondta, hogy elég a mesztelen nőkből. Ja. Megunta, leszámolt vele. Most már csak órák, öltönyök és sportautók lesznek majd a Newsis magazinnak. Pisteiknek lerohadt a faxuk, még nem jött át az itiner. Hogy mit kell ezek után? Igen, kivel kezdjenek el alkutazni a következő címlapra. És kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ha tényleg az utolsó címlapja lenne a Newsis magazinnak, ők kit látnának szívesen. Jöttek érdekes megfejtések. Valamint Feri elmondott egy történetet, hogy berendelték, ugye, a Városházára, bizonyítanod kell, hogy azzal foglalkozol, amire te kiváltottad a vállalkozóit, ugye? Na, és hogy van-e róla papírom? Tehát, hogy csinálhatom-e én azt, amire annak idején 23 évvel ezelőtt kiváltottam a vállalkozói engedélyt, azt én csinálhatom-e hivatalosan, hogy van-e papírom róla? És most mehetsz haza? Most megyek, intézem a dolgokat, kérem szépen. Be kell mutatod a papírt, hogy hivatalosan te lehetsz rádiós műsor. Így van. Érett vagy erre? Ellentétben egyesekkel. Mi egy picit úgy is éreztük, hogy ezt az egészet azért mondod el, hogy te elmondhast, hogy neked van róla papírod, ellenben nekünk. Engem. Na, ezt felvetette Feri reggel, mi pedig megpróbáltuk megfejteni, hogy mit vigyen magával, ki lehet ott egy ilyen vizsgán, egyáltalán mi történik majd a Városházán. Erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Most mész a bizottság elé? Nem. Még előbb meg kéne találjam a diplomámat, fogalmam nincs, hogy hol van. És utána indulnod kell? Hát persze, muszáj. Már mondom, kaptam egy határidőt, de azt még kidumáltam, de éreztem a bizottságban, hogy akkor még nem tudtam ezt a fegyvert, amit itt a végén kitaláltatok. Ez nagyon jó, hogy nekik van egy jogosítványuk arra, hogy engem vizsgáztassanak. Mondtam, hogy menni fogok, őrizzük meg a nyugalmunkat. Hát, hogy nincsen meg, akkor ki tudod kérni? Hol végeztél? Janus Danubius Tulván. Janus Danubius. Tudományi Egyetem. Az évje. Ott a plázával szembe. Plázával szembe. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok.
Na. Tegyétek fel a kérdéseteket, látom rajtatok, mind a hárman. Na. Meg már Anna is bejött. Miért csinálod ezt a kíványságban? Ja, hogy van a foci. Végzettsége? A foci. Mert hogy én voltam ugye közülünk a drukker. Aha. Aki, ja, futball. Aki bízott egyedül a magyar válogatottban, és még mindig. Mert... De minek? Minek? De minek? De miben bízol még? Csak hát, hogy a pócselejtező még de esetleg. De Csambi, nem érzed a szánalmasságát ennek a dolognak már? De érzem, de nem mondhatom. Miért nem? Mert én egy drukker vagyok. De mi is nagyon drukkolunk ennek a csapatnak, valami másban. És mit fogsz mondani, nem jutunk ki? Hát akkor azt gondolom, hogy annyira várom a következő selejtező sorozatot, például ami majd két év múlva lesz a világbajnokság, hogy majd akkor arra hátha. Mert szerintem egy igazi foci drukkernek soha nem szabad meghalni a reménynek. Tehát az soha nem fog elveszni. Más nem is nagyon maradt nektek. Igen. De hát, legyünk tök őszintén, hát nincs nagyon más, akkor reményben tudtok kapaszkodni. Hát hogy biztos, hogy nagyon sokan vannak, akik már elvesztették, meg korábban nézték, és azt mondták, hogy na ez a vereség volt az utolsó. Nálam ez még nem jött el. De nem gondolkoztatok azon, hogy lehet, hogy ezek a fiúk tök tehetségesek valami másban? Tehát ti, mint rajongók, akik kimentek, az lehet, hogy tök jó gyeplabdás lenne, golfozó lenne, hogy miért erőltetik a focit? Én az annyi szép szakma van még a világon. Azt gondolom, hogy vannak mások, akik tök tehetségesek ebben a játékban, magyarok, és akkor hát, ha majd ők. De nem lehetne, hogy neki kellene szurkolni, és nektek focizni? Valami találtok hát, ki. Hát, az elmúlt 30 évben ez nem működött, ugye egy újság megírta, Watergate botrány óta nem voltunk EB-n. Hát akkor nem lehet, hogy itt a felállása rossz, tényleg. Tehát te rúgod a bőrt, és a Gyugyi megy föl a dukkal. Nem? Épp ezért vagyok én még mindig lelkes, mert ugyanezt a lelkesedést szeretném látni a pályán is. Érted? Tehát azt várom, hogy majd jönnek azok a lelkes játékosok. Az akik... van, Csabi, lelkesedés van, tudás nincs. Én a lelkesedést hiányolom leginkább. A 30 percre futnak, utána elfáradnak. Futnak. Azért ez milyen, de azon gondolkoztad, hogy a 89. perc? Tehát, hogy a 90. percben kapjuk az öngolt, vagy rúgjuk, a 89. percig továbbjutók vagyunk, tehát valami nagyon durva, brutális átok ül az egész országon, vagy hát legalábbis a válogatottan. Ezek a törökök már mióta szivatnak minket, érted? Ember hátrányból, ugye? Igen. Amikor már tényleg ott a perszült, hogy végre kint vagyunk az EB-n. Végre ott vagyunk az EB-n, és nem vagyunk ott. A család már aludt, és én azt arra készültem, hogy 2 perc múlva mindenkit felébreztek, és bent vagyunk az EB-n. És nem érdekel, hogy másnap reggel elkésünk, és úgyból mondjuk így is elkésünk. Hasra fordítod Laurát örömödben. Aztán hagytam őket aludni. És van olyan csapat a pótselejtezőben, aki nálunk gyengébb? Vagy az európai rangsorban mindenki csak előrébb van nálunk? Tehát elvileg kaphatunk olyat, összekerülünk. Elvileg meg tudunk verni? Elvileg bárkit meg tudunk verni, sajnos persze, gyakorlatilag. Hagyjuk az ábrándokat, Csabi, hagyjuk a hiú ábrándokat. Akinél tényleg hátrébb vagy előrébb vagyunk sorolva, és mögöttünk van ilyen? Mert úgy látom, vagy úgy hallottam, hogy csak erősebb csapatok vannak nálunk. Nem, ketten hátrébb vannak most a jelenleg. Ja, igen. A harmadikok rangsorában mi vagyunk a másodikak. Tehát mi voltunk a legjobb harmadikok közül a másodikak. Igen, bocsánat, egy másodpercet csak tényleg elnézést, de a pontokat nézitek, de itt a tudást kell nézni. Tehát Bosznia-Hercegovina az valóban, tehát így, ha így nézzük ezeket, akkor ők úgymond gyengébbek, ott lenne esélyünk. Úgyis bekapjuk a dánokat, ennyi. Szerintem ők pont előrébb vannak. Hát pontosan. Bosnyákon még ők is. Igen. Aha. Még ők is. Tehát fejben bárkit meg tudunk verni. Spanyolokat úgy alázzuk fejben, mint az állat. Spanyolokkal hál' Istennek most nem fogunk összekerülni. De nem, hogy egyébként. Őket biztos, hogy nem. Annyira gyenge napjuk sajnos nem lehet a spanyoloknak. Tetszik ez a fajta lelkesedés, Csabi, nagyon tetszik, komolyan mondom, nem, nagyon figyelj, tetszik. De tényleg ezt gondolom, soha nem fog megszűnni bennem ez a remény. Jó, hogyha már a Ferőertől is kapunk egy hatost, akkor talán, vagy nem tudom, Andorrától, akit mindenki elvert, vagy Monte Carlótól, vagy kiket. Norvégia, Szlovénia. Annyi sok helyre lehetne ezt a sok pénzt szétszórni, nem? Bizonyám. Annyi helye lenne. Ebben maximálisan egyetértünk. Annyi helye lenne ennek. Ebben rengeteg pénzek, amit a futballba öntenek. Hát. Jó, de ezt már egyébként a selejtező sorozat előtt is tudtuk. Hát ezt egy jó pár éve tudjuk. Mikor derül ki, hogy kivel játszunk? Pénteken. Vasárnap. Igen. Látod, még ebben sincs egyezés. Hát még vasárnap. Hogy jussunk így az EB-re, ha még esetleg? 18-11 óra 20. Akkor vasárnap. 11 óra 20-kor pontosan? Most a vasárnapi ebédünket 19-21, hát... Kihúzzák? Golyó? Hideg golyó, meleg golyó, nem? Nem sorsolás? Nem. Rámutat a Platini, hogy ti vele? FIFA lista alapján megy. Hogy? Mi a FIFA lista? Amit majd nyilvánosságra hoznak. Ezt nem sorsolják. Ja, ezt ők kitalálják a FIFA-sok. Na, hát bunda van ebbe is, aztán megkapok valami keményen. Nem sorsolják. Sorsolnak. Most ebben nem menjünk bele, sorsolni fognak.
Hát gondolod, nem a platinál egy táblánál is magyarázza, hogy akkor magyarok átjátszanak a szlovénokkal, a bosnyákok menjenek a idével. Hát, na mindegy. Ez már nincs elég időnk, majd utána átveszünk. Hívjuk a naphallgatóját. Lehet, hogy ez nyomta rá a bélyegét a napomra. Ez. Hogy már majdnem ott voltunk, de nem. Feküdj le, ott lehetünk. Még ott lehetünk. Még mindig ott van az. Gyere már, Csabi. Jusson eszedbe, hogy ma este. Morning show. Az bizony, jó reggel. Hello. Hello, sziasztok. Ciao, hello. Ciao. Nem írtad alá, hogy hívnak? Zoltán vagyok Újpestről. Zoltán, Újpesten hallgatsz bennünket. Helyes volt az SMS, amit írtál, ugye már többször szóba jött a magyar futball. És hát igen. Kijutottunk az EB-re, írtad sok felkiáltó jellel, aztán kikapcsoltam a PS4-emet. Ezt írtad nekünk, és ezzel teletél a nap hallgatója. Te is drukker vagy, vagy te már csak partvonalról nézed, és szkeptikus hát, vagy kicsit? Hát megmondom őszintén, egyetértek veletek. Tehát azért ez már borzasztó, hogy ezt hallgatjuk 30 éve. Tehát itt nem tudom, kik a felső vezetők ebbe, de most már álljanak és nézzenek már szét. Azért lenne itt 11 vagy 18 ember szerintem, aki tudna futballozni, és még szereti is a focit. Tehát itt ez a baj. Szerintem. Igen. Stadionok épülnek, csak hát nincs kinek. Tehát nincs mire épülni. Itt ez a probléma. Szerintem. És újpestiként mondom, hogy azért be lehetne tenni egy pár falista játékost, mert vannak fiatalok, kezdők, Újpestből is, meg szét lehetne nézni, na, én szerintem, nem pedig a 40 éves Király Gábort kéne játszhatni, hogy legyen 100. labdarúgó pályafutása a pályán, tehát hogy kapjon egy díjat, vagy nem tudom, tehát ez már unalmas. Ezzel a szövetségi kapitányal több gólt kaptunk, mint a Dárdaival összesen, tehát hogy ha ott volt egy működő mechanizmus, ami működött, nem értem, hogy miért nem állítottak fel a gólvonalra 11 játékost, azt nem lőttek volna egyet, se érted. Hát a Dárdaiban nem kaptunk egy, mint most 4-et a görögök ellen, hát ez elképesztő. Jó, figyelj, nem is beszélünk erről többet, te vagy a naphallgató, hogy Zolikám, erre gondolj. Jó? Egy szép kis ajándékcsomagot adunk neked. Hajrá, magyarok, köszönöm. Ciao, köszi. Hello. Hajrá. Csabikám, remek zenék? A Well Hello-t hozom most nektek. Egyrészt azért, mert tudom, hogy szeretitek, másrészt meg szeretném a szerény Garami Gábor kollégánkat egy kicsit promotálni, aki soha nem ül be ide és mesél magáról, miközben elindított a Klassz FM Facebook oldalán egy Klassz Utas című sorozatot, beültet maga mellé híres énekeseket, sztárokat az autójába, elviszi őket A-ból B-be, beszélgetnek, énekelgetnek, és az első vendége a Well Hello. Az első részben ők vannak, úgyhogy ezt ajánlom nektek is, meg a hallgatóknak is. Amúgy meg egy szóparti klasszikus dolgoztak fel, gyere és táncolj. Az meg szerintem a ti hatásotok. Az a sok hát retro nap. És ez egy új műsor a Klasszon? A Klassz FM Facebook oldalán. A Klassz FM Facebook oldalán. De jól hangzik egyébként. Teljesen jó. És interjúkat csinál, és aztán ezeket az interjúkat... Figyelj, nevezhetjük interjúnak, belülnek mellé emberek és beszélgetnek. Aha. Jó. Nézzétek meg, szerintem klassz. Jól van, Csabikám, 555-55-00, Csabi telefonszáma, valaki szeretne tőle dalt kérni, küldje el, jó? Így. A kívánságot Csabi pedig teljesíti, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.